Jó napot kívánok, kérem foglaljanak helyet. Jó napot kívánok! A Magyar Napló kiadó nevében és az Irodalmi Magazin szerkesztőségének képviseletében a folyóirat főmunkatársaként szeretettel köszöntöm Önöket Pilinszky János konferenciánkon, amelyet az alkotó születésének 100. halálának 40. évfordulójára ennek emlékére rendezünk meg, a modern líraelméleti és líratörténeti kutatócsoport közreműködésével, a Pilinszky kutatás kiválóságaival, itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Köszönöm, hogy érdeklődésükkel, figyelmükkel megtisztelik egésznapos szakmai rendezvényünket, amelynek célja, hogy minél többféle szempontból új meglátásokat is közvetítve foglalkozzunk az életművel. Nagy tisztelettel fordulok előadóink felé. Köszönöm Önöknek, hogy vállalták a konferencia részvételt, és tudásukkal, szakértelmükkel, kutatási eredmények megosztásával megteremtik azt a gondolati teret, gondolati tartalmat, amely szándékaink és reményeink szerint méltó tisztelgés az alkotó géniusza előtt. Tekintettel arra is, hogy az előadások írott változatát a 2021 őszén megjelenő Pilinszky lapszámunkban közöljük, szakmai interjúk, illetve számos fotó és képzőművészeti anyag kíséretében. Az Irodalmi Magazint 2013-ban Oláh János alapította azzal a céllal, hogy az ismeretterjesztő irodalomtudomány forma legyen, szorosabb kapcsolatot és közösséget építsen az irodalmi szakma képviselői között, alkotók, kutatók, köznevelésben, közoktatásban, felsőoktatásban, közművelődésben dolgozó szakemberek, pedagógusok, hallgatók, diákok között, szolgálva ezzel a legszélesebb olvasóközönséget, megnyitva az irodalmi kutatás műhelyeit számukra. Ezt a koncepciót őrizve az autonóm szakmai műhelyként szolgáljuk az irodalomtudomány ügyét. 2019-ben döntöttünk úgy, hogy lapszámainkat a hagyományos lapszámbemutató rendezvények helyett konferenciákkal kapcsoljuk össze. Ennek eredménye a mai Pilinszky konferenciánk is. Köszönöm szépen a figyelmüket, tartalmas, elmélyült beszélgetést kívánok, és tisztelettel felkérem az első esemény, konferencia beszélgetés résztvevőit, hogy fáradjanak a színpadra. Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, én Pataki Adrián vagyok, és szeretném bemutatni vendégeimet, Hernádi Máriát, Hafner Zoltánt és Horváth Kornéliát. Lator László sajnos nem tud részt venni a kerekasztal beszélgetésen, azonban a készülő irodalmi magazin számban reményeink szerint vele is lesz majd egy interjú. Ez őszelején fog megjelenni. Szeretném röviden bemutatni a vendégeimet. Hernádi Mária, irodalomtörténész, teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Kutatási területe Ottli Géza, Nemes Nagy Ágnes, akiről több könyvet is írt, illetve Pilinszky János, az ő életművük, és az újholdas író nemzedék poétikája, valamint művészet és vallás kapcsolata. Hafner Zoltán irodalomtörténész, 97-től az MTA Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalom osztályának munkatársa, 2017-től pedig a Kertész Imre Intézet vezetője. 92 óta rendezi sajtó alá a Pilinszky János műveit. 2000-ben jelent meg szerkesztésében egy Pilinszky emlékkötet, 2001-ben pedig a költő életművét és recepcióját bemutató bibliográfia. Ennek a bibliográfiának a folytatása megjelent egyébként a
Leírás és értelmezés című kötetünkben, ami újholdas szerzőkkel foglalkozik. Legutóbbi sajtó alá rendezett Pilinszky versek kötete pedig a Magvető kiadásában jelent meg. Horváth Kornélia irodalomtörténész, egyetemi tanár, szintén a Pázmány oktatója, az MTA doktora. Főként 45 utáni irodalommal foglalkozik, illetve líra és verselmélettel, 19. századi és 20. századi olasz és orosz irodalommal, valamint Dantéval. Legutóbbi könyve Ottlie Géza írás művészetéről és taníthatóságáról szól. Legelőször is egy könnyed kérdést szeretnék feltenni. Miként találkoztatok először Pilinszky verseivel, és eztán hogyan köteleződtetek el a költő életműve iránt? Tehát miért váltak Pilinszky kutatóvá? Igen, én azt hiszem az egyetemen, miután a középiskolában, és azt hiszem, hogy ez mind a mai napig gyakorlat, hogy nagyon ritkán jutnak el, akár csak Pilinszkyig is, tehát nekünk azt hiszem Radnóti volt az utolsó. Az egyetemen ismerkedtem meg vele mélyebben, és aztán úgy alakult, hogy elkezdtem vele hát tudományos szinten is foglalkozni. Én 14 éves voltam, amikor megjelent a Pilinszky verslemeze, ahol a saját verseit mondta, és erről olvastam egy cikket, és akkor beszereztem a lemezt, és az úgy letaglózott, nem tudom, hogy mennyit értettem akkor belőle. De onnantól kezdve elkezdtem folyamatosan olvasni a dolgait, és akkor ugye hát rengeteg dolog nem jelent meg tőle, akkor elkezdtem a korabeli lapokat átnézni, és akkor egy csomó mindent összegyűjtöttem, és kiderült, hogy tehát ilyen módszeresen senki nem nézte át korábban, és akkor egyetemista voltam, amikor még a hagyaték feldolgozás alatt volt az akadémián, de engedélyt kaptam, hogy a Pilinszky fotóival elkezdjek foglalkozni. És aztán így valahogy belesodródtam, tehát a könyvkiadás révén, hogy akkor indította az akkori Század Vég, majd Osiris egy életműsorozatot is, engem kértek meg, és akkor valahogy így jó, ott maradtam. Én is a középiskolában találkoztam Pilinszkyvel, és sajátos módon középiskolai kollégiumban, osztályban keringett első-másodéves korunkban az Azt hiszem című Pilinszky vers, és ez ilyen kultusztárgya volt. És ennek hatására elkezdtem Pilinszky verseket olvasni, de az otthoni könyvtárban pont egy Szálkák kötet volt meg azt hiszem, hogy végkifejlett meg Ráter, de a Szálkákkal kezdtem, tehát nehezített pályán. És arra emlékszem, hogy esténként olvastam, tehát ilyen hűségesen minden este elolvastam egy pár oldal a Pilinszky verset. Semmit nem értettem belőle, de teljesen lenyűgözött, tehát éreztem, hogy ez valami elbűvölő gyönyörűség. De nem értettem, tehát olyan volt, mintha idegen nyelvet hallanék, és így tetszene, de nem értenék semmit. De úgy hűségesen olvastam tovább, és aztán egyszer csak arra emlékszem, hogy volt egy ilyen érzésem, hogy mintha ilyen kódokat olvasnék, tehát hogy mindegyik mögött van valami, amit még nem tudok, és egyszer csak úgy az egyik megnyílt, az egyik szimbólum, vagy ilyen szó, vagy, és onnantól kezdve sorra nyílt fel a többi, és akkor úgy elkezdtem a Pilinszky nyelvet megtanulni. És utána egyetemista koromban az esszék jöttek ehhez hozzá, amiket nagyon szerettem, és nagyon nagy hatással voltak szerintem a nem csak az irodalmásságomra, hanem így az emberi, tehát a szemléletemre is. És a versekkel azokkal meg együtt éltem, tehát hogy olvastam őket, minden életszakaszomhoz kötődtek Pilinszky versek, de nem mertem róla írni nagyon sokáig. Tehát hogy írtam mindenki másról, meg foglalkoztam sok minden mással. És az volt az érdekes, hogy bárkiről írtam, vagy bármiről írtam, abban volt Pilinszky idézet. Tehát állandóan idéztem, de nem mertem róla írni. Kicsit ilyen orákulum volt, hogy idézni, igen, de hogy róla közvetlenül, hú, hát azt nem. És akkor ezt végül is azt törte meg, hogy megjelent a Szép próza kötet, már nem tudom, hogy hányba, az első ilyen Osiriszos kiadásos
szép prózakötet, és abban találkoztam a regénykezdeményekkel, meg a drámákkal. És azokat elolvastam, ilyen teljes, ilyen döbbent ámulatba, és akkor azt éreztem, hogy na, ehhez már tudni kell Pilinszkijül, tehát hogyha nem lett volna az a kód felnyitogatás a középiskolában, akkor ezt most nem érteném. És végül is ezzel kezdtem, tehát hogy a hét folyóiratból jött egy felkérés, hogy tükörszám lesz, írjak valamit a tükörről, és akkor a hármas oltár regénykezdemény adódott, tehát ez kapóra jött, és aztán pedig a drámákkal is foglalkoztam. Azzal is úgy, hogy drámapedagógia szakos voltam, írni kellett valamiről szakdolgozatot, drámákról, és akkor legyen Pilinszki. Tehát valahogy így. Köszönöm szépen. Ezt többektől hallottam már, hogy az első találkozás Pilinszkivel ilyen benyomás jellegű volt, hogy van egy erős hatása vagy a verseknek, vagy a hangzásnak, anélkül, hogy az ember rögtön értené. Tehát, mintha nem az értelméhez, hanem az érzelmeihez szólna először, vagy valamilyen szinte fizikai hatást gyakorol az emberre. Talán ezért is van ma is valamiféle Pilinszki kultusz, talán mondhatjuk, hogy máig kultusza van Pilinszkinek, de túl a kliséken mit gondoltok, mondhatjuk-e, hogy Pilinszki 20. századi költő? Ugye ezt a címet adtuk a beszélgetésnek. Gondolok itt arra, hogy tájékozott volt valamennyire a kortárs komoly zenében, akár Kocsis Zoltánra gondolunk, vagy a színházban, hogyha Wilsonra gondolunk. Tehát mennyire volt 20. századi kortársaknak szóló költő? Vagy mennyire szól hozzánk ma is? Mindenképpen szól. Ezt látom az egyetemi hallgatókon is, mindenképpen szól, meg hát Mária szavai is ezt mutatják, meg Zoltán szavai is. Szerintem nyugodtan lehet 20. századi költőnek tekinteni, hát ha a Ted Hughes-féle fordításukra és közvetett barátságra gondolok, meg amiket te is említettél, az egy másik kérdés, hogy egy nagyon, nagyon egyedülálló költészet. Tehát, de éppen ezért tudta megszólítani a kortársakat is, nyilván egy kicsit másképpen, mint most a befogadókat. Tehát, hogy ez egy ilyen kettős helyzet, hogy egyszerre van valami kiemelkedése, kiválósága, ismétlen magam egyedülállósága, de ugyanakkor nagyon is benne volt a korának a légkörében, sőt, egy bizonyos nemzetközi légkörben, azt ezt se felejtjük el. Természetes, hogy 20. századi költő volt, hiszen ott akkor élt, de egy olyan nézőpontból, mondhatjuk egy 2000 éves nézőpontból vizsgálta az akkori jelen valóságot és a történelmi szituációkat, amelyek egyedivé tették, és mind a mai napig érvényesek. Tehát azt gondolom, hogy európai szinten is egy különálló helyet foglal el. Tehát a korabeli recepciója, a nemzetközi recepció, ez egyértelműen ezt igazolja. Nagyon érdekes a kérdés, mert ugye egyszerre, igen, 20. századi, de időtlen, egyszerre magyar és közép-európai, de egyetemes, meg rengeteg nemzetközi vonatkozása van, nem csoda, hogy ugye ennyi fordítása is született. És ami meg ugye az életmű karakterére vonatkozóan, amin elgondolkodtam, hogy ugye Pilinszkiről azt hiszem Nemes Nagy írja ezt, hogy van egy ilyen arkangyali kívülállása így mindenen, tehát hogy mintha így mindenre így magasról nézne, nem alkalmazkodik úgy a korához, tehát ilyen szinten nincs benne. Viszont ugye a részvétel által, ami ugye az áldozatokra, a szerencsétlenekre, stb. Irányú, nagyon-nagyon mélyen benne áll a korába, tehát ilyen szívvel, testtel, szellemmel, mindennel, tehát sokkal mélyebben, mint esetleg más olyan emberek, akik sokat foglalkoznak a 20. századdal. Tehát ez egy más jellegű részvétel. És hát amiről mondjuk rá lehet ismerni, hogy 20. századi költő, ha mondjuk a Marsról ide jönne valaki, az nyilván a nyelve. Tehát az azért a sűrítés, az mutatja a redukált nyelv, hogy valahol itt vagyunk. És értékelhető-e önök szerintetek ez a
ez az életmű Pilinszky munkássága, anélkül, hogy rányomná a bélyegét az életműre az a szemlélet, amit használ, és amit sokszor bélyeként rásütnek, ez az antifasiszta költő, illetve hát az antifasizmus és a katolicizmus. Tehát, hogy ennek a kettősségében értelmeződött elég sokáig, akár a részvét felől nézve, és hogy mára lehántható ez az életműről, lehet-e enélkül pőrén szemlélni, elemezni, értelmezni? Ugye Pilinszky egyrészt ideológiamentes, ez volt a legbosszantóbb, azt hiszem, az irodalom politika számára. És ugyanakkor egy letagadhatatlan minőség volt, legfeljebb elhallgattatni lehetett, de valamit kellett vele kezdeni, főleg 56 után. Tehát, és azt gondolom, hogy egy jó indulatú taktikai lépés volt az őt kedvelők, vagy pártfogó mi részéről, hogy azt mondják, hogy ez az ő világ fájdalma, meg nem tudom, betegsége, magánya, hogy az nem a korhoz kötött, tehát nem a politikai rendszerből való kiábrándultság. Ezt valahogy kellett igazolni, ez látszódnak a lektori jelentésekből is. És akkor bejön ez, hogy antifasiszta, hiszen akkor legalább, ugye a holokauszt szó nem létezett, de azért a lágerekről se lehetett nagyon beszélni. De az, hogy antifasiszta, az egy olyan kellően olyan kommunista, humanista terminológia volt, és ennek révén azért el lehetett valamilyen szinten fogadtatni. Tehát az, hogy a harmadnapon 10 évi procedúra után megjelenhet, annak sok feltétele volt, de az egyik legalizálása, hogy végre megjelenhessen, az volt, hogy antifasiszta. Tehát az akkori irodalom politika számára kellett is a Pilinszky, de így kellett, hogy ő antifasiszta. Pilinszky ezzel nem foglalkozott, életében le nem írta azt, hogy antifasiszta. Vagy az, hogy humanista, azt is kínjában, mert muszáj volt. A katolikust meg hát azt úgy sokáig nem írták, de ez a 70-es években jött, hogy katolikus költő is, addig ezt úgy próbálták csökevényként, hogy ezt majd ki fogja nőni, és akkor valahogy ő is hasznos tagjává válik a társadalomnak. Szóval ez a korabeli kritikák rémisztőek egyébként, tehát így újraolvasva. Tehát rengeteget ártott Pilinszkynek mondjuk a 70-es évektől, hát talán napjainkig is, mert hogy a fő témája ugye a háború, miközben ez azért így nem igaz. Tehát előbb volt meg a témája, mint hogy lett volna a háború, azt hiszem. Valamelyest a katolikus szó vagy bélyeg is egy mencsvár is volt. Talán Lotor Lászlónál olvastam, hogy neki is az volt a reakció verseire, hogy búskomarak, negatívak, és legalább lenne katolikus, mert akkor elnézzük, hogyha valamennyire vallásos az illető. Tehát végül is ez is egy mencsvár is lehetett arra, hogy megjelenjen, és akkor viszonylag békén hagyja a rendszer. Tehát őt ugye az új emberhez fentről rakták oda, az új ember egyáltalán nem örült ennek a szerkesztőség. Sokáig gyanakodva néztek rá, egy csomó feljelentő levél érkezett a cikkeire, de ez is a hatalom, hogy mondjam, nagyvonalú gesztusa kifelé, hogy lám-lám, azért nem nyomunk el mindenkit. Tehát, hogy bizonyos értelemben toleránsak vagyunk a vallásosakkal szemben is. Persze saját embereik is, besugóik vették körül Pilinszkyt, őt nem szervezték be, de én azt hiszem, hogy kellett ez a gesztus nyugat felé is egyébként. Tehát az, hogy ennyit engedték utazni, abban is volt egy képmutatás a hatalom részéről.
Köszönöm. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy még csak ha nagy vonalakban is, de mindenképpen meg kell különböztetni a Pilinszky recepciónak a szakaszait. Tehát egészen más közegben született meg a trapézis korlát. Ugye 46-ban aztán tudjuk, hogy volt egy nagyon hosszú elhallgattatás. És akkor talán a következő korszak, ez a 70-es évek, és még a 80-as évek elején is, most nem akarok szándékosan szerzői neveket mondani, de akkor már születtek olyan tanulmányok, sőt könyv is, amelyik nagyon is értékelte ezt a kiváló esztétikai, poetikai minőséget és a különleges megszólásmódot, amit Pilinszky képviselt. Ugyanakkor még mindig ott volt ez a szemrehányás, hogy katolikus, hogy költészeten nem igenel társadalmi cselekvést, nem foglalkozik a társadalmi és szociális problémákkal, tehát még ott maradt ez az 50-es években sokkal erőteljesebb társadalmi elvárás, tehát ilyen kettős értékelések születtek, és hogyha az volt a kérdés, hogy lehántható-e a Pilinszky költészetéről ez a általad most két szóban megjelölt bélyek, hogy antifasiszta és katolikus. Én azt gondolom, hogy a 90-es évek végétől, esetleg 2000-es évek legelejétől egy határozott fordulat ment végbe a Pilinszky recepcióban, ami igenis, ha fejezzük ki, hogy lehántotta ezeket a bélyegeket, vagy legalábbis nagyon hogy árnyaltan kezelte és értelmezését adta. Én két irányzatot emelnék ki, lehet, hogy ez nem ez az összes. Az egyik, hogy szerintem nagyon elmélyült teológiai orientáltságú interpretációk születtek, nem csak a versekről, az egész életműről. A másik pedig, hogy határozottan felerősödött a nyelvi poétikai megközelítésmódnak az igénye, tehát mondjuk így egy par excellence irodalmi megszólaltatásmódnak az igénye. Nagyon sok tanulmánykönyv és tanulmánykötet született, mondjuk ennek a jegyében. Bocsánat, csak kiegészítésként, hogy ennek révén át is értékelődik, vagy fog értékelődni a Pilinszky életmű, tehát azon belüli hangsúlyok. Tehát nem véletlen, hogy ugye a főművét a Harmadnapon című kötethez, meg az Apokrifhez kötik, sőt sokáig ilyen egy főművel bíró szerzőként tekintettünk rá, de minden esetre a háborúhoz kötötték, és most már ettől azért elmozdulunk. Az egy, csak zárójelben mondom, hogy roppant árulkodó dolog, hogy közben ugye felerősödött a holokausztról való diskurzus, és teljesen ki van hagyva ebből Pilinszky. És főleg Máriához fordulnék, ha már egy teológus is ül köztünk. Ugye Pilinszky maga is mondja, hogy költő és katolikus, de mondhatjuk-e azt, hogy katolikus költő? Milyen szemléleti horizontokat nyithat meg egyáltalán ez a katolikus hívószó a Pilinszky életműben, értelmezésben? Ugye itt el kell választani két dolgot, tehát amikor ugye katolicizmusról, vagy kereszténységről, vagy egyáltalán vallásról beszélünk, akkor ugye ezen érthetünk egy műveltséget, ugye? Tehát, hogy például felismerjük a bibliai idézeteket, stb., vagy a liturgiának az elemeit, és érthetünk egy személyes tapasztalatot, tehát egy személyes hittapasztalatot, egy személyes spirituális utat. Na most Pilinszkynél az utóbbi az abszolút elsőbséget élvez, tehát ő használja a keresztény műveltségnek az elemeit, abszolút megvan, hiszen így nevelkedett, és teljesen ott van. Viszont majd erről még lesz szó, hogy ezt is máshogy tesz, tehát hogy máshogy használja, mint mondjuk akár a kortársai, akár a korábbi katolikusnak nevezett költők, de abszolút elsőbséget élvez az ő saját tapasztalata, tehát a személyesség, ami miatt ugye misztikus költőnek is nevezi sokszor a szakirodalom. Mit jelenthet ma, vagy a 20.-21. században vallásos költőnek lenni? Vagy hogyan ágyazodik be akkor ebbe a hagyományban, van-e ilyen, kik közé sorolható egyáltalán Pilinszky? Van, mindenképpen van. Hát azt gondolom, hogy a 20. században úgy tud, tehát mivel már nincsen e tekintetben egy ilyen sensus communis, tehát egy ilyen közös értés, ezért mindenféle vallásos költészet az úgy tud működni, hogyha az utóbbit használja a személyes tapasztalatot. Tehát, hogyha az így átízzik, akkor az hiteles tud lenni, vagy jó tud lenni. Ha a műveltségnek az elemét használja csak, akkor biztos, hogy nem tud hatással lenni.
Na most Pilinszky, ugye még mielőtt beszélnék arra, hogy milyen hagyományba ágyazódik bele, ő nagyon sokat ír arról, ugye evangéliumi esztétikával kapcsolatban, illetve más esszéiben is, hogy a tematika az másodlagos eleme annak, hogy egy művészi alkotás az vallásos-e vagy nem, mert azt mondja, hogy minden művészi alkotás vallásos gyökerű. Sőt, máshol azt mondja, ugye több kortársat is idézve, hogy amennyiben jó, tehát amennyiben a művészi alkotás az hű marad a saját magához, a lényegéhez, vagy amit el akar mondani, annyiban akkor is közvetít spirituális tartalmat, hogyha köze nincsen mondjuk a keresztény világrendhez. Viszont ha rossz, tehát hogyha a minőség elvét az föladja, akkor sem tudja hitelesen közvetíteni ezeket a tartalmakat, hogyha ez a témája. És ezért mondja a Pilinszky, hogy a tematika az másodlagos eleme ennek a kérdésnek. És egyébként egy személyes dolgot hát tegyek hozzá, hogy a tanítás során én is ezt tapasztaltam, hogy olyan művekről való beszélgetés során, amiknek mondjuk nincs köze kereszténységhez, valláshoz, sokkal könnyebben ott találjuk magunkat ezeknél a témáknál, mint olyan művekkel kapcsolatban, amik erről is szólnak. Tehát az sokszor, ugye, ha a tematikában is ott van, annak van egy elidegenítő hatása. Pilinszkynél egyébként nem, de erről még nyilván fogunk beszélni, hogy miért nem, de ő egészen máshogy közelíti ezeket. Na most, hogy hova ágyazódik bele, milyen hagyományba, ugye az már elhangzott, hogy nagyon-nagyon egyedülálló jelenség, tehát, hogy külföldi költők előbb jutnak az ember eszébe, mint a magyarok, de nyilván mind a két helyre van egy beágyazottsága. Amit én először említenék, a Biblia, tehát hogy az azért nagyon sokat segít a megértésébe, bár azt gondolom, hogy Pilinszky életműve pont attól ilyen, hát tényleg zseniális, hogy az is meg tudja közelíteni, akinek ehhez a világnézethez nincsen köze, tehát hogy úgy tudja ezeket átadni. Na most ezen kívül, mivel ugye említettem, hogy a személyes tapasztalatnál az elsődleges, a misztikának az irodalma, tehát kezdve Keresztes Szent Jánostól, azt akartam mondani, de igazából nem onnan kezdődik, hanem a Bibliában megjelenő jegyesi misztikától, ugye, ami az énekek énekében jelenik meg. Biblikus tudósok erről beszélnek, ugye ennek az a lényege, hogy az Isten és az ember kapcsolatát egy szerelmi kapcsolathoz hasonlítja ez a bibliai könyv is, és ugye ennek egy nagy hagyománya van aztán az irodalomban, és Keresztes Szent János ennek egy nagy alakja, ugye ennek a Istenhez szóló szerelmes költészetnek. Most Pilinszky is őt nagyon szereti, sokat olvassa, és aztán, hogy egy modern példát is mondjak, Simone Weil, ugye, ami teljesen köztudott, de közben ott van Pilinszky, ha a líráról beszélünk, akkor ott van T.S. Eliot, akivel a vallásosságon kívül más közös pontok is vannak, vagy Rainer Maria Rilke, akivel szintén. És ha ugye a regényírót is említettem, akkor Dostoyevsky, ugye, aki az ő bibliája, főleg a Karamazov testvérek, Dostoyevskyn kívül szokták említeni Moriákot, aki kevésbé közismert, viszont Pilinszky nagyon szerette és sokat ír róla. És én még említenék valakit, aki még kevésbé közismert, és Pilinszky is kevesebbet ír róla, viszont nagyon rokonnak érzem az egész írói világukat, Henrichből, a német Henrichből. Ismerte Pilinszky, meg foglalkozott is vele, de úgy tudom, hogy tehát írni kevesebbet írt róla, vagy alig. Henrichbőlnél ugyanez a szerencsétlenekkel, a történelem vagy a társadalom áldozataival való nagyon mély azonosulás jelenik meg. A bárány szimbólum például, akár a Biliárd féltiszkor című regényében, akár az én személyes kedvencemben az És száját nem nyitott a szóra című regényben, aminek a címében egyébként egy sláger van, és a sláger egy Izaiás idézetet használ. És ez éppen egy olyan Izaiás idézet, ami egy Jézus jövendőlés. Tehát, hogy azt hiszem, ennél többet nem is kell mondanom. És itt mindenkihez fordulok ezzel kapcsolatban, hogy ez a szemlélet, vagy ez a vallásos tematika, vagy környezet, ez milyen poetikai fogalomkészletet hív életre, vagy hogyan tudjuk ezáltal Pilinszkyt jobban megérteni, vagy megközelíteni. Milyen vizsgálati irányok figyelhetők meg? Hát azt gondolom, hogy
erről próbáltam is írni, hogy nagyon jó, hogy Máriét használta a személyes részvétel és a személyes jelenlét fogalmát. Szitár Katalin is írt így Pilinszkiről, hogy számára egyfelől a realitás, a reális tapasztalat az a személyes megtapasztalása a világnak, a realitásnak, és nem az elvont ismeretből származik, ami azért izgalmas, mert tagadhatatlan, hogy egy nagyon-nagyon művelt, sokirányú műveltséggel rendelkező szerzőről van szó, de szerintem ez nagyon is osztható ez a meglátás. Tehát a másik, amik ha a poétikai kategóriákra kérdezel rá, ugye szokás Pilinszky és Nemes Nagy Ágnes kapcsán elsősorban, kicsit Vörös Sándor kapcsán is, az elszemélytelenítés vagy a személytelenség fogalmát használni. És értjük is ezt, hogyha az objektív líra poétikai fogalma felől nézzük meg, nagyon leegyszerűsítve valami ilyesmit jelent, hogy nem a személy önvallomása áll előtérben, hanem bizonyos objektumokon, tárgyakon, a világ dolgain keresztül jelenik meg a személynek viszont a legszemélyesebb gondolata. Tehát én azt gondolom, hogy Pilinszky, mellesleg Nemes Nagy is, meg Vörös is, mind a három másféleképpen, kicsit másféleképpen, de valahogy egy személyes személytelenség konstrukciót jelenítenek meg, bármennyire is paradoxnak is hangozzék ez. És a másik pedig ez, amit szintén Mária is említett, pontosabban még két dolog. Az egyik a vers iránti elkötelezettség. Ugye ilyesmiről is beszéltél, hogy fontosabb a vers minősége, mondjuk így a vers formája, megmunkáltsága, kikalapáltsága, mint a téma, amiről szól. Nyilván a téma is számít, de a vers először is nyelv, meg forma. Egyébként erről nagyon izgalmasan ír, van egy 47-es, nagyon rövid előadás a műszületése, ahol azzal kezdi a gondolatmenetet, hogy a vers az egy birkózás a nyelvvel, méghozzá a nyelvnek az inerciáját kell leküzdenie, tehát gyakorlatilag a holtanyagot kell élővé tenni. És még egy utolsó gondolat, ami hát talán már nem kifejezetten, vagy nem kizárólag poétikai, hogy azt gondolom, hogy a versnek való ez az elkötelezettség. Bocsánat, még egy idézet eszembe jutott Pilinszkytől a Lírikus Naplója című elnézést sorozatából. Valahogy így szól, nagyjából pontosan idézem, hogy bizony-bizony, amíg a mag el nem hal, hogy a szerző halálának be kell épülni a versbe, vagy a költő halálának, nyilván ez jelképesen értendő, és enélkül a halál nélkül, ami persze nem lesz igazi halál, de amit versírás közben mindig véglegesnek érez az ember, enélkül nincs jó vers. Tehát ezt nagyjából úgy tudom értelmezni, hogy ez az ontológiai, egzisztenciális odatettség az irodalomban is. Tehát ez a viszonya, gondolom, a világhoz is, és a vershez is. Pontosabban a kettő nem is biztos, hogy ilyen tekintetben elválasztható egymástól. Akkor itt kapcsolódnék is ez a személyes személytelenség között. Pontosan én is így gondolom, hogy ugye főleg a korabeli kritikák nagyon megbélyegezték Pilinszkyt is, meg Nemes Nagy Ágnest is, hogy főleg Nemes Nagy Ágnest ilyen szempontból, hogy mennyire személytelen, és közben meg sokkal-sokkal személyesebb tud így lenni, mint nem így, én azt gondolom, vagy legalábbis az én számomra. Na most ennek van egy olyan oka is, a látszólagos ellentmondás mögé nézve, ugye, hogy tárgyakat mutat, nem embereket, tárgyakba vetül ki, nem ember, az, hogy nem magára irányul a líraié. Tehát ez, hanem a mindenkori másikra. Na most ez Nemes Nagy Ágnesnél a mindenkori másik helyén valóban nagyon sokszor ugye tárgyak vannak, meg tájak, meg, és Pilinszkynél meg sokkal többször vannak a másik helyén emberek, valóban emberek. Tehát, de Pilinszkynél is nem csak ember, hanem mindenki, aki áldozat, aki szerencsétlen, aki vesztésre ítélt. Tehát állatok, vadállatok, tárgyak, bádokkanál, kiöntött pléjedény, tehát hogy ugyanúgy ott van ez a tárgyias réteg is. És ugye az emberi lények is sokszor a szerencsétlenségükben, meg a tragédiájukban tárgyasulva jelennek meg, tehát hogy szinte már olyanok, mint egy élettelen tárgy. És akkor itt kapcsolódnék vissza így a kérdésedhez, hogy Pilinszkynek a legnagyobb művészi ambíciója, amit főleg a színházzal kapcsolatos írásaiban fejt ki, hogy jelen legyen. Tehát, hogy nem csak az, ami a színházi előadás legyen jelen, ugye? Tehát legyen benne állítmány, így mondja, hogy ne csak jelzők, hanem állítmány, hanem
ez minden műre igaz, tehát a versekre és mindenre, hogy legyen jelen. És ugye jelenlétvesztésről beszél nagyon sokszor. Ezt vállalja, és összekapcsolja magát József Attilával, és azt mondja, hogy ami József Attilánál a világvesztés, az nála a jelenlétvesztés. Na és azt gondolom, hogy a poétikai irányokat is a jelenlétért való küzdelem jelöli ki, és az egyik poétikai irány az a tárgyias költészet mindenképpen. Tehát, hogy nem magamra irányulni, hanem a másikra, és a másiknak a jelenlétét azt valami iszonyú erővel felmutatni. És akkor a másik, hogy tudja ilyen iszonyú erővel felmutatni, ez a hihetetlen radikális, vagy a végsőkig elvitt sűrítés, amit ő ugye a poétikájában csinál, a szavaknak a redukáltsága, az, hogy viszonylag kevés szót is használ, és szegény szavakat, ugye szegény eszközöket, erről nagyon sokat írtak, és amiről majd nyilván még lesz szó, hogy jól helyezi el a szavakat. Ezt pont erre Nemes Agy Ágnes hívja fel a figyelmet egy eszében, hogy Pilinszkinek a zsenialitása abba áll, hogy jó helyen vannak a szavai, tehát jól szerkeszti a verset, és ezzel ugye felemeli azt, amit fel kell emelni, és ezzel is a jelenlétet erősíti meg. Igen, és igen, azt hiszem, ennyit akartam mondani, tehát a jelenlét. Csak nagyon röviden, mert két gondolathoz kapcsolódnék, amit Mária mondott. Az egyik, igen, tehát, hogy a személyek Pilinszkinél, ugyanakkor ugye nagyon is, tehát az én-te viszony, a másikkal való kapcsolat, de az én-ő viszony is nagyon-nagyon erősen jelen van Pilinszki költészetében. Gondoljunk az apokrifre, ahol úgy emlékszem, hogy mind a hat személyes névmás vagy nyelvtani személy megjelenik. Ugyanakkor nagyon ritkán vannak nevek. Ha nevek vannak, akkor azok inkább a verscímekben, de erősítsetek meg, hogyha rosszul gondolom. Tehát nagyon sokszor ebben is van egyfajta, hát nem jó szó, hogy elszemélytelenítés, de mégis egyfajta eltávolítás, hogy nem te írma szerepelsz, nem írma szerepel a versben, mint megszólítót, hanem te. Viszont a megszólítás és önmegszólítás az nagyon erőteljesen jellemzi az ő líráját, és ez is, hogy mondjam, nagyon is megerősíti azt, amit mondtál, ha fogalmazhatok így. A másik pedig, igen, a jelenlét, tehát a jelenlét hiány, illetve a jelenlét, pontosan a jelenlét hiánynak a megszüntetése, és a jelenlét visszaállítása a versben, a költészetben és az életben is, hogy talán ide lehet kapcsolni az általa nagyon kedvelt mozdulatlan elkötelezettség fogalmát, ami úgy tudom, hogy erőbb megjelenik nála, mint hogy a Wilsoni Színházzal megismerkedett volna, amit ő mozdulatlan színháznak nevez. Tehát ez a mozdulatlan elkötelezettség, ez számomra egyfelől a nagyon erős, koncentrált, intenzív figyelmet jelenti, másfelől pedig a jelenléthez való ragaszkodást. Sokszor azt is megfigyelhetjük talán, hogy nem a személy a lényeges, hanem maga a történés. Ha már mondtad, hogy nem szerepelnek nevek a versekben, akár egyéb adatok sem, tehát amikor mondjuk azt mondják, hogy holokauszt lírát írt, akkor akár csak a leghíresebb versre gondolunk, mondjuk a Ravensbrücki Passióra, a címen kívül a versben nem igen utal semmi konkrétum az esetre, hogy kivel történt, mikor történt, hol történt, és mégis megrázó tud lenni. Azt hiszem, hogy Zoltán írt, vagy beszélt valahol arról, hogy Pilinszkinek a korai időszakában, talán még a kamaszos versében, vagy első verseiben egy ilyen kívülálló nézőpont van, és később talán jobban bevonódik, vagy a részvét felől közelít a versekhez. Ezt hogyan látják, vagy hogyan látjátok? Hogy van-e ebben a távolságban változás, vagy a bevonódás szintjében változás a pályája során költészetben elsősorban? Zavarba hoz. Tehát mielőtt válaszolnék, tehát az azt se tudjuk valójában, hogy hány korszaka volt Pilinszkinek. Most onnan jut eszembe, hogy ez a fiatal. Akartam kérdezni, hogy ezt már a Kornélia érintette. Három korszaka, de nem három van. Ez egész biztos, meg a köteteihez kötjük, de a kötetek gyakorlatilag a szálkák kivételével egyik sem a maga pillanatában jelent meg. Úgyhogy a kötetekhez nem lehet kötni szerintem.
szó volt arról, hogy, ugye a, személytelen ez a líra, meg az új holdasoké is jellegzetesen, vagy objektív, de mondjuk Nemes Nagynál is kiderül, hogy mennyi minden maradt a hagyatékba, Pirinszkinél is. Tehát mind a kettőnél azért nagyon fontos az életrajz alapos ismerete. Ez azért utólag kiderül. Most, visszatérve, amit kérdezett, hogy az úgynevezett fiatalkori versei, ezek a háború előttiek, tehát a legkorábbi versei, azok még rengeteg avantgárd hatást mutatnak például. Ezek olyan 15 éves kora körüliek. Igen. Most amiről mi beszélünk, ugye 17 évesen publikál először, és akkor mondjuk 43-ig kéne vizsgálnunk. Ez gyakorlatilag igazából a 39 és 43, 4 évet értünk ez alatt, tehát akkor az 18 éves és 22 éves korában, hogy ő hogy látja saját magát. Elveszettnek, hitetlennek, az is volt. Az öngyilkosság gondolat az nagyon komolyan foglalkoztatta, erről beszél is, meg ír is. És ez az elveszettség, hát idézve, hogy mondjam, világba vetettség, a magánya ennek a legfőbb tapasztalata. De itt már készen áll, tehát egy olyan érzékenységgel viszonyul a világhoz, amely nagyon fogékonnyá teszi majd a háborús élményekre. De itt tehát a háború előtti néhány versben, mert nincs sok. Van egy nagyfokú talánstalanság és önsajnálat. Elveszettségérzés, van egy pici ilyen hiszteroid, szóval egy ilyen nagyon ideges, feszült, robbanásig feszült helyzetek vannak ebben. Alapvetően önmagát vizsgálja, és önmagát hibáztatja. Egy nagyon erős bűntudat is jelen van. A kegyelem iránti vágyakozás, és annak a reménytelensége. Talán ezek azok, azért használok most ilyen szavakat, mert ezek aztán folytatódnak a háború utáni verseknél is talán ezek használható. A kegyelem biztos, meg a profán szakrális világ közötti kapcsolat, ő a profán oldalon van, de a tanítás, a műveltség ugye azt mondja, hogy van egy másik is, egy szakrális, ami viszont el van fedve. De nem Isten, tehát ezek nem perlekedő versek, vannak istenes versek, mondjuk így, de nem perlekedőek, tehát önmagát hibáztatja. És ez a bűntudat ott lesz a háborús verseknél is egyébként. Nem tud valaminek megfelelni, aminek meg kéne. Csak ott a háború abban segíti őt, költőként is, hogy rájön, hogy az, amit ő egy saját nyomorult helyzetnek érzékelt, saját tragédiának, az nem egyszerűen az ő tragédiája, hanem a világé is ugyanaz, ugyanattól szenved a világ is. Tehát ugye az Isten és az ember közötti párbeszéd megszakadásaként értelmezi magát a háborút is. Tehát nem politikai, meg nem fasizmus, meg nem tudom milyen kategóriákban vizsgálja. Igen, azt írja is, hogy Isten elhagyta ezt a földet. Igen, de azért, mert az ember már előtte elhagyta az Istent. Viszont még azért visszagyarodnék ehhez a kérdéshez egy kicsit. Tehát későbbi életszakaszában mondhatjuk azt, hogy talán már úgy látja, hogy van lehetőség jóvátételre. Ugye, tehát ebben mondhatjuk, hogy van változás a persze, korai, meg persze, későbbi szakaszban, persze. Akárhol is van a cezúra. Tehát mondjuk a háború előttinél a kegyelem hiánya, a második, tehát a háború közvetlen, tehát a francia fogoly, meg a közvetlen a háborús élményeknél ott van a kegyelem lehetősége és a vágya. A jóvá tehetetlen jóvátétel az 65
vagy 65-ben ír először erről, de akkor már olvassa Simone Weil-t. Tehát ott megerősödik már a hitében. A hit az, tehát az ő személyes hite, hogy hol áll, az abszolút meghatározza a versek esztétikáját, formáját, nyelvét. És ez a publicisztikát, a naplóit kell nagyon alaposan végignézni. De a jóvátehetetlen jóvátétele az egy váltás, ez is egy külön korszaknak gondolom én, a 62-69 közötti periódust, mert gyakorlatilag 7 év alatt ír 12 verset, ha jól tudom meg. Vannak évek, amikor egyáltalán nem ír. De itt eljut itt jön az a bizonyosság, hogy jóvá lehet tenni a megtörtént bűnt. Na, de ez a, hogy lehet jóvá tenni, hogy a múltba vissza kell, a múlt jelen idejű, és itt a jelenlétről volt szó, nekem is, az emlékezőnek be kell lépnem abba a jelen időbe. Ehhez neki az ostyahoz, vagy az úr vacsora, vagy az úr felmutatás. Az eukarisztia hozza a példát. De amikor a jóvátehetetlen jóvátételéről beszél, erre lesz majd konkrét példa, egy konkrét fotó kapcsán ír erről, és ír is ehhez a fotóhoz verset. De úgy, hogy egyes szám első személyben ír már. Tehát ott jön az a váltás, hogy az áldozatokról, ugye ők, akik személytelenek, nem tudjuk, hogy kik, mikor történnek, nincs narráció. De itt, amikor a jóvátehetetlen jóvátételéről beszél, ott már egyes szám első személybe beszél. Tehát nem ő az áldozat, hanem én vagyok az áldozat. De már nem az önsajnálat, hanem a másikkal való azonosulás révén. Tehát a megválthatóságról. Hogyha nem bánják, vagy bánjátok, akkor ezt a részletet fel is olvasnám, mert most ide is lapoztam. Egyébként ebben a körülbelül 2-3 napja megjelent könyvben az a címe, hogy Önéletrajzaim, Bende József szerkesztésében jelent meg Pilinszky, hát Önéletrajzaim címmel egy kötete, ami hát különleges abból a szempontból, hogy körülbelül 50 oldal az ő munkája, és a többi hát járulékos rész, illetve utószó függelék van benne. Függelékben is vannak munkái, már azt értem ez alatt, hogy a leveleiből részletek. Viszont a főszöveg, ez az Önéletrajzaim, különböző fejezetekből áll, egy regényt tervezett írni. Mindegy, most nem térek ki erre hosszan. Ez a rész, amit szeretnék felolvasni, a Bach Elnémul című kis szöveg végén szerepel, és ezzel záródik a kötetnek az a része, ami az Önéletrajzaim részt közli, tehát a regénye, amennyi megszületett belőle, ezzel záródik. Az utolsó kép, görnyet öregasszony 3 kisfiúval. A harmadik kisfiú némileg leszakadva, zsebre dugott kézzel megy. 6 éves lehet. Koravén fejét mindentől és mindenkitől elszigetelten lehajtja. Egy kalapácsos kéz hatalmas szegeket kalapál a fénykép 4 sarkába és magába a fénykébe. Csend. Fölzeng Bach Hámol miséjének szanktusza. Aztán a kép fokozatosan elsötétül, és Bach is elhallgat. A sötétben fölsír egy újszülött. Ezt hogyan tudnátok kötni a költészethez, a némasághoz, amit sokszor emlegetünk, a sűrítéshez? Akár Zoltán is hogyan tudná ezt összekötni az eddigiekkel, a Pilinszky nyelv letisztulásával, amit már érintettünk? Vagy akár miért említette ezt a fényképet? Kérdezés, és olyan hosszan lehetne erről beszélni. Ez az a bizonyos fénykép, amelyet 40 vagy 65-ben, amikor Lengyelországba jár, Auschwitzba is elmegy, és ott találkozik ezzel a fényképpel. A kontextusban ugye Hitler képek is vannak. Ez az egy, amiről így részletesebben ír, ami megragadta őt valószínűleg jobban. Sokat kint volt a szobája falán ez a kép. Ennek a fényképnek a nézegetése közben ír a jóvátehetetlen jóvátételéről, hogy igenis tudja, 65-be írja, hogy neki ott még teendője van.
ez 42-ben készült, ez a 42-ben Lengyelországban ott még dolga van ezzel az öregasszonyjal és a gyerekekkel. Ezt 65-ben írja, és akkor hát eltelik 8 vagy 9 év, amikor azt gondolja, hogy amiről beszéltem, hogy a egyes szám első személyben van az Auschwitz című vers, és ez egy fénykép hátlapjára című verse. Egyszer az öregasszony nevében beszél, egyszer pedig az egyik kisgyerek nevében beszél. Aztán visszatér egy körkérdés kapcsán ehhez a képhez, hogy amikor ezt a fényképet sokáig nézte, akkor mindig Jézus öccsebére gondolt. És akkor ez talán 79-ben, és ezt 80-ban írja, azt hiszem, ezt a három etüd a bűnről. Ott viszont már, ugye tárgyiasulva, elidegenedve látjuk a képet, és hogy tudunk ehhez közeledni, egy folyamatot ír le ez a rövid kis etüd, amely ugye egy Bachba torkollik, Bach zenébe. Tehát hogy váltódhat meg a profánból, a profán, az egyszerű, az esetleges, a tényleg a világ perifériára ott rekedt, kétszeresen is elidegenített tárgy, mert a fénykép révén még inkább az, hogyan kap szakrális tartalmat. Tehát ez költészetének is ez a tétje, amikor ő prózával kezd foglalkozni, akkor számára azért nagyobb kihívás, mert itt a folyamat érdekli mindig. Hogy A pontból B pontba eljutni, ez egy vers mondjuk egy sorba A, utána már B. De ő a két pont között olyan mikroszkopikus nagyítást csinál, amelyet a magyar prózában egész biztos, hogy senki. Amikor én hasonló, teljesen más oldalról a Nádasnak a párhuzamos történeteinél vettem ezt észre, hogy ő próbálkozik ezzel a szemlélettel, amivel itt Pirinszky. Igen, ugye az elnémulás ezt vetette is fel, meg az eszé részletnek is itt ezzel van vége, ezzel a gondolattal. Itt szerintem nagyon fontos, hogy ugye ezen a fényképen négy ember van, és mind a négy olyan, akit már soha az életben nem lehet kinyomozni, hogy kik voltak. Tehát, hogy ez rettentően fontos, hogy ismeretlenek és névtelenek. És hogy ugye a Nemes Nagy Ágnes mondja egy eszéjében, ott másra gondol egyébként, de ugyanezt a terminus használja, hogy a költő feladata a névtelen érzelmeknek polgárjogot szerezni. Itt nyilván ezek emberek, és nem érzelmek, konkrét emberek. De hogy Pirinszkynél ez nagyon fontos, hogy pont róluk akar írni, akiknek már sose lesz nevük, és akiket már soha és sehol nem fognak számon tartani. És aztán meg is teszi, tehát jóvá teszi a jóvá tehetetlent, ha megnézzük, hogy a költészetének fő motívuma a kisfiú is, meg az öregasszony is, tehát csak a Kátszett oratóriumra gondolunk, de egy csomó más művére is, tényleg ott vannak akár ugyanők, akár másik kisfiúk és másik öregasszonyok, de névtelenül. És a másik, amit még az előző kérdésedhez, illetve a Zoltán hozzászólásához szerettem volna hozzáfűzni, hogy az a folyamat, amit Zoltán elmondott, az tulajdonképpen egy motivum történetén keresztül is szemléltethető. Tehát az, hogy hogyan és mennyire vonódik be, és ez az azonosulás, ez a bevonódás, ez mikor, mennyire történik meg, ez pedig a táplálék. Az éhség, táplálék, táplálkozás, ami ugye ott van a korai költészettől elkezdve, de hihetetlen metamorfózison megy át. Hogy ugye van a Halak a hálóban című vers, ami úgy tudom, hogy egészen korai, és ott még ugye egy ilyen áldozat létnek a megjelenítője, hogy engem megesznek, engem megesz egy halász, és étek leszünk egy hatalmas halász asztalán, és ugye még az egzisztencializmusnak ez a, tehát az van benne teljes egészében, és ahogy mondtad ezt az önsajnálat szót, valóban ez is, tehát hogy áldozat leszek. Akkor utána később belekerül a szerelmi költészetébe ez a motívum, hogy kikkel is zabáltatom az érverésemet, meg hogy
Igen, tehát inkább nem idézek, mert jobban mondja a verseket, elolvassuk. Tehát, hogy a szerelmes, a másik ember az, aki fölzabál és magáévá tesz, tehát az egyesülésnek lesz a metaforája. És aztán a csúcspontja ennek a folyamatnak, amit szintén említettél, az oltári szentség, tehát, hogy Jézus ellederül adta magát nekünk. És Pilinszky ezt ilyen gyönyörű szószerintiségébe veszi, hogy az is, és radikalizálja ezt a jézusi gesztus, tehát ez talán a csúcspontja ennek a motivumnak, és itt válik teljessé ez a bevonódás is. Még egy részletet felolvasnék a nyelvvel kapcsolatban. Ezt nagyon izgalmasnak találom. Ez egy 73-as naplók töredékek kötetben megjelent kis részlet. Bébiről, aki ugye Bajcz Borbála volt, a nagynénje Pilinszkynek. Azt írja, gyerekkorom és életem másik nagy perdöntő élménye anyám szegény nővére volt. Bébi egy szerencsétlenség folytán örökre megrekedt a gyerekkorban, írni, olvasni sose tanult meg, s beszélni is alig. Én az ő nyelvét beszélem. Valójában az ő félig artikulált dadogása az én anyanyelvem, költészetem forrása. Mit gondoltok erről? Igen, ez egy máshol is olvasható idézet, hogy egyfajta arszpoetikája ez Pilinszkynek, a lehet mondani, hogy a redukált, visszafogott, leszorított, úgymond dadogó versbeszéd, ezt szerintem használja is, hogy Bébi adta neki erre a mintát. És most, ha lehet, megint nagyon röviden visszakanyarodnék a Műszületése című írásához, mert ott azon kívül, hogy a nyelvvel való küzdelemként írja le a nyelvet, van még legalább két vagy három nagyon fontos megjegyzése, legalábbis számomra. Az egyik pontosan az, hogy nem attól lesz jó egy vers, hogyha forma művészként bűvészkedünk vele, hanem éppen ellenkezőleg a versnek nagyon a redukcióhoz kell közelíteni. Máshol írja is, hogy a költőnek, tehát az elnémulás felé kell közelíteni a versnek, még akkor is, hogyha a végleges elnémulást kockáztatja is ezzel. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Zárójelben megjegyezném, hogy ugyanebben a Műszületése című írásában viszont Vörös Sándort nagyon értékeli, mert azt mondja, hogy Vörös Sándor nem formavűvésznek született, mint ahogy általában így kicsit közhelyesen ezt koncipiálni szoktuk, hanem formaművészé vált. Tehát, hogy számára ez az értékes, igazi költői aktivitás és életút, és ezzel kapcsolatban meg is jegyzi, hogy a forma az egy olyan hegység, vagy egy olyan meredély, amit igenis meg kell mászni. Tehát, hogy anélkül nincsen jó vers. Le kell küzdeni a formai akadályokat is. Kicsit átnyargalnék egy hát részint másik téma, részint már érintettük a kéziratokra. Olyan szempontból, hogy talán az itt ülők nem feltétlenül tudják, ezért szeretném megkérdezni, hogy mit tudhatunk meg a kéziratokból Pilinszky alkotás módjára nézvést. Tehát volt-e valami specifikus, amit észrevett a filológiai munkái során? Azt tudjuk, hogy az esszék kevésbé maradtak fönn, a versek azok rendszerezve el voltak-e rakva Pilinszkynek, vagy hol lehetett ezeket fellelni, és mi jellemző, hogy mennyire írt át szövegeket. Ez a redukált nyelv úgy jött létre, ez látszik-e a kéziratokból, hogy mondjuk sokat kihúzott, vagy arra következtethetünk, hogy fejben íródtak a szövegek, és kevésbé voltak tisztázva már kéziratokban. Mit tudhatunk a kéziratokról? A 45. januárjában a család lakását bombatalálat érte, és akkor minden megsemmisült, az összes kézirata. Az azutáni nem volt rendszeres egy önmagát dokumentáló szerző. A korai versekből is kevés maradt fönt. Azért vagyok bizonytalan, mert szerintem nem írt olyan
a próz a végén, az borzalmas, azokat a lapokat látni. A regény tervezetnek a javarésze az a törőcsikmarék nem volt, vagy van. Az kibogozhatatlan az a kézirat. Tehát ott rettenetesen küzdött. A korai verseknél ugye azt gondoljuk, hogy ritkán írt, hogy nagyon megszenvedte. Szerintem nem. De mert jött egy éles villanás, vagy egy úgynevezett ihlet, és akkor elég rövid idő alatt megírta. Ez alól persze kivétel a legendás apokrif. Annak a füzetét én egyszer láttam, azóta se került elő. Tehát ott azon valóban sokat dolgozott. De nem tudom, hogy egy évig nem lehet írni egy verset. Hát meg úgy tudjuk, hogy az apokrifot soronként vitte Nemes Nagy Ágneshez is, hogy ez neki tanácsokat. Hogy mondjam, a legendárium. Ebben lehet, hogy gonosz vagyok, nem hiszem el. Tehát ez így biztos, hogy nem. A korai verseknél, tehát mondjuk az apokrif az 52-es, tehát ott azért javítgat, de olyan nagy módosulások nincsenek. Szinonímák mondjuk, szóval ilyen típusú, néha sűrítés, tehát olyannal él találkoztam, mit tudom, az utószó hosszabb volt egy versszakkal, mint ami lett, szóval, hogy húz. Ugye a szálkáknál, amivel nagyon megszenvedett, de az nincs meg, a kázi oratórium. Írta, és nem volt jó, aztán összevágta, fölragasztotta meg, ott sok variációja volt. A szálkáknál ott szerintem gyorsan írt, ott maradt meg a variánsok is, mert egy spirálfüzetbe kapott egy ilyen vastag spirálfüzetet, és abba írta is, és a hátra rakta a fogalmazványokat. Ott sincs nagy erős változtatás. Tehát akkoriban már tudott 3-4 verset is írni egy nap. A publicisztikája az ugye azokat többnyire presszókba írta, és a kéziratot vitte el az új embernek, vagy postázta, amikor nem Pesten volt. De amik megmaradtak, azok majdhogy nem javítás nélküliek, és nem tisztázatok, hanem annyira pontosan fogalmazott. Ami így tanulság lehet, talán azért érdemes nézni a kéziratokat, van az Életfogytiglan című vers, hogy az ágy közös, a párna nem ennyi. Hogy az 4 sor volt, Kurták Györgynek volt ajánlva, és nem jutott eszébe, hogy ez egy szerelmes vers legyen. Tehát ott az agónia, a meghalni nem tudás, ami vagy arról akar inkább szólni, és ez meg a Beckethez, vagy az Urbi et Orbi című darabjához köthető ez a probléma, illetve a jelenlétvesztéshez. Tehát néha vannak ilyen tanulságos dolgok. Ugye az apokrifnál is érdemes megnézni, ott nem Istenhez, csak most az egyszer szólhatnék veled. Ott egy képzelt társról, egy nőnemű lényről van szó, nem Istenről. Tehát néha a filológia nagyon is fontos tud lenni, azt hiszem, főleg a félreértéseknél, de nagyon sok mindent belemagyaráztak ugye a Pilinszkibe. Vagy a jó tudni, hogy a 4 soros az a válópere éjjelén született. Mert az is már túl volt dimenzionálva, azt hiszem, az a vers. Nemrég volt hír, hogy előkerültek Fehérváron naplójegyzetei. Ez az Önéletrajzaim kötet ebből is közöl fakszimilét is, tehát a kézirat is látható. Itt azért több áthúzás, javítás, újraírás van. Ezek szerint a versekre ez kevéssé jellemző. De ez már az utolsó periódus. Ez már a, igen, hát tehát Fehérváron ebben a lakásban halt meg, tehát az utolsó évei. Időt mondom, amikor nagyon sokat javított.
Mit gondol, vagy mit gondoltok, hogy a kéziratok befolyásolhatják az értelmezést már, mint a most előkerülő, akár a fehérvári jegyzetek, akár kerülhetnek-e még elő Pilinszky kéziratok? Vannak-e még feldolgozatlan anyagok, akár közgyűjteményekben, amik az értelmezést módosíthatnák, vagy erre már kevés esély van? Hát amiről én tudok, ugye a szerelmes szálakat nem ismerjük Pilinszkynél. A Márkus Annához írt levelek, talán 30, nem tudom, az zárolva megvan az OSK-ban, az még nem kutatható. Akkor a kertészintézet kezeli a Jutta Scherer anyagot. Ott olyan 650 levél van Pilinszkytől, és még vannak kéziratok. Sok. És következtetni tudunk, ugye az Ingrid Fischer, a második felesége Pilinszkynek, ott az Ingridtől van 110 levél a hagyatékban, tehát körülbelül ennyi van az Ingridnél is, megőrizte őket, az nála van. Tehát van ez a réteg. Van még 120 levél, amit én ismertem, és azóta eltűnt. Publikálva vannak, nem mondom meg, hogy ki a címzett, de azoknak váratlanul nyoma veszett. Ez egy 120 levél, de még előkerülhet. Van egy, ugye a nagynényéhez írt versek, az van még magántulajdonban, de ismerjük legalább. És ezen kívül, amiről én tudok, körülbelül egy 100 irat együttes. Ez levél, cikkek, nem hiszem, hogy lesz ismeretlen, vagy kiadatlan anyag, de így összeadjuk, nem tudom, ez egy 4-500 tétel, biztos, hogy még magántulajdonban van. Itt ezek teljesen mindegy, hogy hová kerülnek, csak közgyűjteménybe kerüljenek, mert mindegyiknél ott van az elkalódás veszélye, komoly veszélye. És akkor volt még? Tehát többnyire levelekről van szó. Többnyire igen. Vers kéziratokról is tudok. Az is van. Fényképek, talán lesz még hangfelvétel. Olyan is van, ami nem rajta múlt, hogy nem került közgyűjteménybe, egy részegész, akár beszél is Szaval Pirinszky, döbbenetes anyag. Nem tudom, hogy azzal mi lett. Vannak még olyan hangfelvételek, amelyeket valamelyest ismerünk, vagy egy variációja megjelent, mondjuk interjúnak, de nem az eredeti változat. Ilyenek is vannak még. Elviekben én, amikor a beszélgetések kötet készült, akkor a külföldi anyagokat is összetudtam gyűjteni. Tehát onnan nem tudom, hogy talán nem fog előkerülni. Köszönöm szépen. Most már fogytán az időnk, de ha már a recepcióról beszéltünk, akkor más szempontból már közelítve az utókort, még egy kicsit hadd kérdezzek. Egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy mennyire tudjátok, hogy külföldön milyen hatása volt Pilinszkynek, és beszélhetünk a kortárs magyar költészetről is, tehát ez a két irányú hatás érdekelne, hogy mennyire élő ma Pilinszky. Egyrészt ugye külföldön szó volt arra, hogy Ted Hughes nyomán azért eléggé ismerté váltak a versei. Csokics János és Ted Hughes fordításában nekik köszönhetően jelentek meg angolul a versei. Ugye franciául is elég hamar, tehát volt egy nemzetközi ismertsége, kedveltsége. De vajon a szép irodalmat is inspirálta a nemzetközi szép irodalmat? És akkor a másik kérdés pedig, hogy a magyar lírát. Hát én alaposabban, ugye, mert hogy olaszos és oroszos is vagyok, ennek próbáltam egy kicsit nem alaposabban, de mégis valamelyest utána nézni. És a helyzet az, hogy olaszul
1983-ban, tehát 2 évvel Pilinszky halála után jelent meg egy verseskötet, és mind a mai napig az az egyetlen. Ezen kívül az interneten elszórva találhatók versfordítások, részint olasz fordítók, részint magyar anyanyelvi fordítók tollából, tehát apokrif, négy soros, a szerelem sivataga, tehát a legjelentősebbnek tartott versek megvannak olaszul. Annak nem találtam nyomát most egyelőre, hogy jelentősebben hatott volna akár a velekortárs, akár a mostani kortárs olasz lírára. De azt hiszem, hogy ez nem is meglepő, hiszen elég csekély versmennyiség jelent meg olasz nyelven. Tehát én szerintem itt arról van szó, és mert mindjárt mondom, az oroszoknál is hasonló a helyzet, csak ott több az anyag. Tehát, hogy ahhoz, hogy legyen recepciója, akár irodalom tudományi, és különösen költészetbeli recepciója, ahhoz feltétlenül szükséges, hogy az adott nyelven elérhetők legyenek a szövegek, és sok szöveg. Megint zárójelben talán ez párhuzamba állítható azzal a kérdéssel, amiről beszéltünk a Pilinszky-ra egyedisége, sajátossága kapcsán, meg hogy nem olyan könnyen megszólítható ez a költészet. Nagyon hatásos, de az interpretáció, és talán egy másik költő interpretációja is megnehezítettebb, mint esetleg más költők esetében. Oroszból érdekes módon most indult meg 2012-től a Pilinszky műveknek a fordítása, tehát egy elég ismert kortárs orosz költő, bizonyos Vadalej, 2012-ben publikált egy válogatott kiadást, Kráter címmel egyébként. Ezen kívül megjelent egy tanulmánykötet is, Simon Weil és Pilinszky kapcsolatáról. Bocsánat, hogy egy kicsit így puskázom. Lefordították a Sheryl Sutton könyvet, ez is nagyon érdekes, és Pilinszky meséit. Tehát arra gondolok, hogy most indult el az a folyamat, az oroszoknál sokkal erőteljesebben, mint az olaszoknál, hogy kezd a Pilinszky életmű, nyilván nem egészen, de azért egy jelentős része megjelenni oroszul, és csak ezután tud majd elkövetkezni szerintem mind a kutatás, ugye, hát azért az hosszú évek, hanem évtizedek munkája, amíg föltárjuk, hogy milyen kapcsolatok vannak, illetve az, hogy a kortárs orosz költészet hát hogyan reagál-e, és hogyan reagál, hogyan fogadja be Pilinszkyt. És ha még mondhatok valamit, ez egy kicsit, ha lehet, önreklám helye is, de az a tapasztalatom, vagy azt látjuk, hogy legalábbis itt a orosz és olasz téren, de szerintem más nemzetközi kutatásokban is, hogy minthogyha nemzetközileg éppen most kezdene elindulni az a kutatói tendencia, hogy na hát akkor nézzük meg, hogy a magyar-német költészeti kapcsolatok, magyar-olasz, magyar-orosz költészeti kapcsolatok hogyan működnek. Nyertünk is egy pályázatot, egy magyar-orosz kutatási pályázatot, ahol Pilinszky és Vörös Sándor összevetések is szerepelnek. Tehát az a benyomásom, hogy még csak ennek a folyamatnak az elején állunk. Még egy megjegyzés, ami eléggé evidens, de hát talán az is benne van, hogy azért látható, hogy a versek fordítása azért az nehezebb szerintem, mint a prózafordítás. Tehát nagyon sok magyar irodalmi mű megjelent olaszul, Eszterházynak sok könyve, Márainak sok könyve, Calvino könyve, Szénási Ferenc fordít verseket is, Montalét és Ungarettit, de nem az a fő tendencia, hogy verseket megjelentessenek. Mit is akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Igen, a versek. Mindegy, most elfelejtettem, úgyhogy befejezem. Ugye a másik kérdés az lett volna még, hogy a kortárs magyar költészetben hogyan jelenik meg Pilinszky, akár a saját kortársaira gondolok, mert azért 40 év eltelt már a halála óta, tehát akár Petri György sem kortárs már a szigorúan vett kortárs magyar líra értelmében. Ugye pont Kornélia írt József Attila Pilinszky-Petri hármasról, vagy hatásokról, úgyhogy azért mégis még egyszer megkérdeznélek erről, hogy van egy ilyen folytonosság, és kikerestem közben egy rövidke verset, csak 4 sor, úgyhogy ezt gyorsan még felolvasnám Pilinszkytől. Az a címe, hogy Újra József Attila. Te, bakája a mindenségnek, én, kadettja valami másnak. Odaadnám tiszti kesztyűmet cserébe a bakaruhának.
Köszönöm, igen, írtam erről, és szerintem van folytonosság, még hogyha ez nem is egy ilyen egyenes vonalban elgondolható folytonosság. Ugye azt tudjuk jó, hogy József Attila nagyon erősen hatott Pilinszkire, főleg a korai lírájára, erről több tanulmány is szól, és azt is tudjuk, hogy József Attila nagyon erősen hatott Petrire, bár Petri a saját megjegyzései szerint mindent elkövetett, hogy kiküszöbölje ezt a hatást, de ha valaki akár csak 10 Petri verset elolvas, akkor látja, hogy ez végső soron nem sikerült neki, bár egy saját, természetesen egy nagyon saját beszédmódot és nyelvet alakított ki. Amit érdekes, hogy a Pilinszky-Petri kapcsolat, és nem akarok nagyon hosszan beszélni. Természetesen vannak alapvető motivumok, tehát ez az űr, üresség, megváltás, kegyelem kérdése felmerül Petrinél is. Azért tűnhet esetleg elsőre kicsit merésznek ez a kapcsolódás, bár kimutatható motivikus megfelelések vannak, mert hogy annyira eltérő beszédmodalitású két költészetről van szó. Tehát emlegettük, igen. Bocsánat, konkrétan hatott a Petrire, igen. A Pilinszky. Én is így látom, csak ez... Van konkrét hatás. Ez valahogy talán kevésbé van benne a köztudatban, és azt mondhatjuk, hogy két eltérő beszédmódú költőt nehéz elgondolni, hogy a Petri, aki a szójátékokat sem vetette meg, nem azt mondom, hogy mindig, de néha hajlott a, mondjuk így a bőbeszédűségre, a hétköznapi beszédre orientálódott, és hát az irónia, ugye, és néha a groteszk ott van nála. Amíg Pilinszky, ugye ebből a visszafogott, redukált versbeszédből az is következik, hogy ő nem nagyon, sőt, szerintem egyáltalán nem írt a szójátékok, meg nyelvjátékok lehetőségével, és miután mindig ez a metaforikusan szóval mindig a mélység és a mély problémák és mély költői problémák értekelték, az irónia sem jellemző rá. Tehát van egy, de ez a különbség beszédmódbeli, és nem motivikus, és főleg nem látásmódbeli, amit már itt emlegettük, én ezt úgy határoznám meg, hogy egy egzisztenciál ontológiai elkötelezettség jellemzi mind a három költőt. Más a megszólásmód József Attilánál, más Pilinszkynél, evidens, megint más Petrinél. Na de Petri is, hogy is mondjam, a verset jelenlétként gondolja el, és a világban való bendelétet is jelenlétként, egy kicsit későbbi korszak felfogás szempontjából, de azt gondolom az alapbeállítódás nem nagyon különbözik, és ebben lehet talán ezt a folytonosságot felmutatni. A Petrivel egy generációból említhetjük, talán még nagyjából egy generációból Tandori Dezsőt, Takács Zsuzsát, Váradi Szabolcsot, Pilinszky nyomán, de a fiatalabb költők közül is, nem tudom, említenének-e valakit, ki az, akinél megfigyelték a Pilinszkynek a hatását, akár csak egy-egy nevet, ha mondanának. Szerintem én nem tudok olyan szerzőről, akire ne hatott volna így vagy úgy. Tehát végül is az elutasítás is egyféle hatás. De nincs szerintem. Tehát én elég sok kortárs szerzővel is dolgoztam. Tehát a Nádas, a Krasznahorkai, a nem tudom, a Tolvaj Zoltán, a Györfi Ákos, vagy a Danyi Zoli, nem tudok olyat, akire így vagy úgy ne hatott volna, vagy a korai Széferire. Ezek nem, tehát nem epigonizmusról van szó, ugye, mert a Pilinszky életében rengeteg epigonja volt, és menekült előlük, meg ostromolták szegényt, és tényleg a városból is tudatosan ment el Velemre, meg Székesfehérvárra. Szóval nem bírta már, de tehát az a közvetlen, direkt megfeleltethetőség nincsen. A bibliográfiában meg lehet nézni, hogy hát szerintem legalább 100 verset írtak az ő emlékére, rosszabbnál rosszabbak. De közben a mélyben igenis ott van. Hiszen Pilinszkyn is nőnek fel a fiatalabb nemzedékek. Tehát beívódik. És aztán van, vagy a Grecsó Krisztiánnak az legutóbbi verses kötető direkt utalások is vannak. Tehát én szerintem eleven a hatása, csak nem olyan, hogy mondjam, didaktikus módon, vagy közvetlenül.
Igen, pont azért, mert olyan egyedülálló jelenség, meg ilyen vasgolyószerű a Pilinszky, tehát hogy így van egy útja, és akkor azon úgy végig gurul. Ezért is nem gondolom egyébként, hogy az előkerült írások sokat fognak változtatni a recepció, mert hogy ilyen. De hogy ezért nehéz az ő epigonjának lenni, vagy talán nem is lehet. Viszont nekem eszembe jutott, hát nem tudom, fiatalnak számít, mert most volt 50 éves Lacfi János, de vegyük a fiatalok közé, bókoljunk neki, és neki viszont egy régi kötete, az Ötsebb, ami egy szintén nem közismert kötete, öt szentnek a nézőpontjából hoz ilyen kis, nagyon-nagyon rövid verseket, ilyen 4-5 soros, vagy még annál is rövidebb, és icipici monológokat. Ez Lacfinak a legtárgyiasabb kötete, és a legközelebb, a szakralitáshoz a legközelebb kerülő kötete, ami szerintem egyébként nagyon mélyen össze is függ. Én ebben érzek valamilyen hatást, de egyébként azt gondolom, amit Zoltán is elmondott, hogy így mindenkire hat a mélyben, akár tud róla, akár nem. Nekem meg még Tóth Krisztina jutott az eszembe. Most nem is tudok konkrét motivumokról beszélni, de a beállítódás, a szemléletmód, a világlátás, nem tudom, hogy mondjam, megint a lét mélyébe hatolás, az ezzel párosuló melankolikus, vagy nem tudom, mi a jó szó, elégikus attitűd, és a gyötrődés, talán az lehet a legjobb szó. Ezek nagyon párhuzamba állíthatók a Pilinszky-féle attitűddel. Köszönöm szépen. Most már nagyon az időnk végén járunk, úgyhogy egyetlen egy rövid utolsó kérdést szeretnék feltenni, hogy milyen terveitek körvonalazódnak, akár az emlékév kapcsán, akár egyébként mi várható az önök munkájában, a ti munkátokban Pilinszkyvel kapcsolatban? Kiderült az eddigiekből is, hogy engem elsősorban már két dolgot fogok mondani, tehát az a tárgyasság, poétika izgat nagyon, és a Nemes Nagy Ágnessel való kapcsolata, ami egy izgalmas kérdés, tehát ez ügyben még elképzelhető, hogy majd írok valamit. A másik az pedig ez, amit szintén említettem, a jelenlétnek a poétikája, ami tulajdonképpen egy fontos fogalma a misztikának, tehát misztikus költészetnek, de a szemlélődés hagyományának és a szemlélődő imának is. Tehát ez lehet egy másik útvonal, amin esetleg majd tovább gondolkodom. A Kertész Imre Intézet most május 27-től elindított egy programsorozatot. Lesz három pályázat, vers megzenésítési, képzőművészeti és középiskolásoknak egy ilyen mobiltelefonos film, megfilmesítés. Aztán elindul egy vándorkiállítás, az most annak egy verziója látható a Benczúr utca 46 előtt. És ennek verziói lesznek az ország különböző pontjain. Emléktáblát avattunk, lesznek kiadványok, amiket mi adunk ki, olyan is, amit támogatni fogunk. És nem tudom, városi séta lesz, én remélem, hogy lesz egy filmklub is, a Pilinszky kedvenc filmjeiből. Aztán lesz egy beszélgetés sorozatunk Pilinszkyről, úgyhogy sok minden lesz. Igen, hát a Pilinszky év, hát nyilván több konferencia, meg tanulmányfelkérés, és biztos, hogy nagyon ez év nagyon gazdagítani fogja a Pilinszky recepciót, meg interpretáció történetet, meg látjuk, hogy a filológiát is. A kutatócsoportnak is lesz egy konferenciája ugye ősszel, ahol így van. Ezt elmondanád, hogy miről szól? Hát alapvetően ez kortárs líra konferencia, tehát a kortárs magyar lírával fog foglalkozni októberben, de hát biztos, hogy lesznek ilyen komparatív vagy összevető megközelítések, és biztos vagyok benne, hogy Pilinszky neve elő fog kerülni. Még csak annyit, hogy tehát azzal indítottunk, ugye, hogy mennyire jelentős szerző, meg hogyan hat Pilinszky ma. Most nem olyan régen volt egy ilyen Dostojevszkij konferencia is, hogy Dostojevszkij és a
Dostojevszki kelet-európai, közép-kelet-európai olvasatai, nem tudom, kb. 28 részvevővel, és négyen tartottak Dostojevszki-Pilinszki előadást. Tehát azért ez ha nem is az, nyilván nem Pilinszki hatott Dostojevszkire értelemszerűen, de hogy mennyire összeír ennek a két szerzőnek a gondolkodása. Ma is Szávai Dorottya fog erről is beszélni. Így van, pontosan. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltatok a kérdéseimre, és akkor hamarosan folytatjuk az első szekció előadásaival, ahol Pilinszki lírája lesz a középpontban. Egy pár perces technikai szünet, és folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük.
Szeretettel köszöntök mindenkit az első szekciónkon, ami Pilinszky költészetével fog foglalkozni. Barta Mária, Búrján Ágnes, Kulcsár Szabó Zoltán és Szénási Zoltán részvételével. Az első előadást Barta Mária fogja tartani, aki az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezte a PhD címét, és ugyanott a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken oktat, az Irodalomtörténet folyóirat szerkesztője, és Vörös Sándor doktorát, Áthangzások címmel jelent meg a monográfiája. A modern magyar költészet mellett kortárs magyar irodalommal, illetve az abban megjelenő testreprezentációkkal foglalkozik. Jelenlegi előadása címe Vadállati figyelme. A tapasztalat nyers elevenségéről és a figyelem természetéről Pilinszky a Szerelem sivataga és Dél című verseiben. És akkor szeretném megkérni, hogy tartsa meg előadását. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm a hallgatóságot. Az előadásom annyiban módosult, hogy az időkereteket figyelembe véve a Szerelem sivataga című versről fogok elsősorban beszélni. És hát ez az előadás, ez tulajdonképpen csak egy magja annak, ami majd a később írott változatban olvasható lesz. A költői munka, mint a vadászat, amely hihetetlenül aktív figyelem és várakozás, és semmittevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban a koncentrálás maximuma. Körülbelül az a jellege, mint a gondolkodásé is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál, tudnélik mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dolgokra koncentrálsz. Ha a direkt ágat túlzott vérrel látod el, akkor szinte elzsibbadnak a mellékágak. A figyelem mostani állapotában a figyelem mellékágaiba igyekszem ugyanannyi vért adni, mint a főágba. Már Gyula 1978-as portréfilmjéből idéztem Pilinszky szavait. Ebben a riportban a költő szinte rögeszmésen tér vissza a figyelem állapotának elemzéséhez, az úgynevezett mellékfigyelem jelentőségét hangsúlyozva. Ekkora már bő évtizede jól ismeri és olvassa, gyakran idézi is Simone Weil jegyzetfüzetét, és az írás folyamattal kapcsolatos tapasztalatait e beszélgetésben mindenekelőtt Weil a figyelem és az akarat című írásának megállapításaira támaszkodva nyitja meg. A riportfilmben később Pilinszky B.I. kisasszony című versét olvassa fel példaként arra, hogy a banális részletek felsorolása hogyan készíti elő a vers munkáját, aminek a direkt figyelem a gátja volna. Márton Fi Marcel jogosan hívja fel a figyelmet arra, hogy Pilinszky esszéiben elválaszthatatlan egymástól a figyelem esztétikai és etikai természete. Weil írásaival összhangban Pilinszky prózájában ez a beállítódás, az imádság és a létezőkhöz való odafordulás, valamint a szeretet előfeltétele. Kondor Béla harmadik kiállítására írott megnyitójában Pilinszky így összegzi egyik kedvelt hivatkozási pontját, az irgalmas szamaritánus története, a figyelem története. A harmadnapon kötetben publikált két vers, amelyet, és tulajdonképpen ezek közül főképp az első, amelyet előadásomban röviden értelmezni fogok, 1952-es, illetve a Dél 54-es és 55-ös keltezésű, tehát annak az időszaknak a termékei, amit Pilinszky ebben a riportfilmben a direkt figyelem korszakának nevez. Mit is jelentene ez a metaforikus kifejezés? A versbeszéd intenciójait az, hogy átverekedje magát a világon és a dolgokon. Míg a második korszakban, ami nagyjából a riportfilm szerint a kráter idejére tehető, a figyelem már inkább beereszti, mint sem megragadni akarja a világot és a dolgokat. A felsorolt verseket olvasva nem gondolom,
hogy kivétel nélkül tartható lenne az erre a különbségtételre alapozott korszakolás. Azért idéztem mégis ezt a részletet, mert olyan törekvésre mutat rá, ami a már a harmadnapon verseinek a poétikáját is meghatározza. Vagyis, hogy a figyelem ahelyett, hogy megragadni, levadászni akarná a dolgokat, átverekedni magát a világon, egyfajta kitettségnek az állapotát teszi lehetővé. És most felolvasnám a Szerelem sivataga című verset, amelyet nem tudok most kivetíteni. Egy híd, egy forró betonút, üríti zsebeit a nappal, rendre kirakja mindenét. Magad vagy a kataton alkonyatban. Mint gyűrött gödör feneke a táj, izzó hegek a káprázó homályban. Alkonyodik. Dermeszt a ragyogás, vakít a nap. Sosem felejtem, nyár van. Nyár van, és villámló meleg. Állnak, s tudom szárnyuk serebben. A szárnyasok, mint égő kerubok a bedeszkázott szálkás ketrecekben. Emlékszel még? Először volt a szél, aztán a föld, aztán a ketrec. Tűz és ganaj, és néha nap pár szárnycsapás, pár üres reflex és szomjúság. Én akkor inni kértem. Hallom ma is a lázas kortyokat. És tehetetlen tűröm, mint a kő, és kioltom a káprázatokat. Esztendők múlnak, évek, s a remény, mint szalma közt kidöntött pléjedény. Milyen a figyelem természete, mit és hogyan rögzít, enged el a vesztesség, a kitettség bénult állapotában. Vagyis használhatjuk-e azokat a megfigyeléseket, amelyeket Pilinszky az esszéiben, beszélgetésében megfogalmaz a vers olvasása során. A költemény az apokrifot közvetlenül megelőző és felvezető sorozatba illeszkedik. Az aranykori töredék, az empromptű, a szerelem sivataga, a dél és a jelenések 8-7 mindegyikében különböző hangsúllyal és funkcióval ugyan, de meghatározó az erős fényjelenséggel metaforizált epifánia. A Szerelem sivataga sorozatból az egyetlen, ahol a versbeszéd nem fordul át himnikus elragadtatásba, és ennek okát a feszes versszerkezetben, a figyelem természetében szeretném megragadni, ami a látványnak való átadottságból, a megnyílásból és a kitettségből következik. A vers recepció története olyan kiváló olvasókat tudhat magáénak, mint Nemes Nagy Ágnes vagy Lator László, akik számos igen pontos megfigyelésre járultak hozzá versértésünkhöz, a szöveg metafora hálózatának, metrikájának, szerkezetének és az azonos évben keletkezett apokrifhez fűződő kapcsolatának a vizsgálatával, ezeket most nem fogom elismételni. Mindketten jelzik, hogy Rimbaudtól vagy Moriarttól kölcsönzött címe ellenére a Szerelem sivataga csak erős megszorítással tartható szerelmes versnek. Sőt, Nemes Nagy a háborús lágerversek sorából is kiiktatja. Idézem Nemes Nagy Ágnest. A megadott cím itt a költő udvariossága. Tájékoztatja olvasóját, hogy ezt a komor lélekállapot rajzot valahol a kétségbeesett szerelem érzelmi szekciójában kell elhelyeznie. Ebben a tájékoztatásban én nem is kételkedem. A vers bizonyára szerelmes vers is. Létrehozó indokai közt bizonyára szerepel a sebesült szenvedély. Majd Nemes Nagy az élmény rétegek egymásra csúsztatására, mint a 20. századi költészet jellegzetességére hívja fel a figyelmet. Lator pedig így fogalmaz. A versbeli kilátástalan perzselő magány nem annyira szerelmesé, mint inkább a gyötrelmei prédájául odavetett, jóvá tehetetlenül magára hagyott kreatúrái. Értelmezésem számára azonban kulcsjelentőségű, mind a szerelem, mind is pozíció, mind pedig az a tényező, hogy a vers az egy láger
egy Kázé Láger falára ciklusba került a kötetben. A vers megírását követő év áprilisában jegyzi le Pilinszky naplójába. A szerelem ott kezdődik, mikor a belső figyelem egyszerre folyamatossá válik, és intenzitásában szinte az elviselhetetlenségig fokozódik. Nem a kétségbe esett szerelem szenvedő narcizmusa, hanem az önkímélet nélküli nyitottság, átadottság figyelme az, ami ezt a verset lehetővé teszi. Csokis János a vers nyersfordításának elkészítését követően levelezik Pilinszkyvel, és rákérdez a Sosem felejtem nyár van sor interpretációjára, elégedetlen lévén Hux megoldásával This summer will never leave me for a moment, ami Csokissal később This summer will not leave me megoldásra cserélnek. A nyersfordítási variánsok közül, melyeket Csokis felajánl, a Pilinszky által jóváhagyott változat az Soha egy percre sem felejtem, hogy most nyár van, vagy ez a nyár szüntelenül a tudatomban van. Ez megerősíti, hogy a figyelem olyan intenzitásának a kitartásáról van szó, ami a múltat és a jelent nem engedni egymástól elmozdulni. Ennek az állapotnak az értelmezéséhez szeretném most segítségül hívni Maurice Merleau-Ponty gondolatait a látható és láthatatlanból. A francia filozófus kései írásaiban a látás, a beszéd, a gondolkodás radikális deszubjektivizációjára törekszik. A percepció itt már nem stabilizált jelenlét, hanem kereszteződési pont, a világ dolgaival való együttlét őstípusa, ahol felszámolandó a fenomenológia korábbi különbségtétele érzékelés és észlelés között. Testünk dolog, amely elvegyül a dolgok között, de egyúttal látó, tapintó és sugárzó test. A megtestesült szubjektivitás tekintetét valami vagy valaki felé irányítja, belelát a világba, tapintja azt, de csak akkor szubjektuma a látásnak, ha maga is látott, azaz egyszerre aktív és passzív. Ez az állapot nem dualitásként, hanem kettős alapként, a világ önvonatkoztatódásaként értendő. Merleau-Pontynál a testiség ontológiai világszintre való kiszélesedése mögött kiérlelt filozófiai szándék tételezhető, felfedezni a testiség súlyát ott, ahol a filozófiai hagyomány kizár minden testiséget, hogy olyan átfogó, őselemszerű testiség legyen létrehozható, amely nem rendelődik alá az általa több ízben is említett metafizikai különbsége kint és bent, szellem és matéria logikájának. Kritikusai szerint ezt nem sikerült maradéktalanul végrehajtania, viszont nagyon fontos számunkra az a meglátás, hogy az érzékelésbe közbeékelődött test nem puszta dolog, közvetítő anyag vagy kötőszövet, hanem az érzékelhetőnek önmagát érzékelni képes tartománya, és így nem csak saját testre vonatkozó tudásunkat előzi meg a hús tapasztalata, de az észlelés testbe ágyazottságát is hangsúlyozza. Az észlelés, mint találkozás, a világ dolgaival való együttlét őstípusa testünk üregéből ered. Pilinszky a versben módszeresen antropomorfizálja a nappalt, majd az alkonyt. Ez utóbbi jelzőjét, a katatont, a vers kulcsszavának tekintem. Karl Baum írta le először e tünet együttest a 19. században a depresszióhoz kötődő mentális és az izmokat érintő feszültségi állapotként, de később már nem egyetlen diagnózishoz kapcsolták, hanem olyan viselkedésbeli, érzelmi és motoros szimptomákból álló pszichomotoros tünet együttestként, ami felléphet a skizofrénia, depresszió, anyagcserezavarok, neurológiai betegségek, alkohol és drogfogyasztás folyamányaként is. A Pilinszky vers szempontjából persze nem a kiváltó ok, hanem a tünet együttes a lényeges. A katatónia jellemzője az egész testre kiterjedő fokozott izomtónussal járó görcsös, feszült, merev állapot és passzív mozgások, de gyakran mutizmus, azaz pszichogén hallgatás is jellemző a betegre, aki egyáltalán nem beszél, vagy csak a hallottakat ismétli. A kataton skizofréniában a tünetek a mérhetetlen izgatottság és az extrém passzivitás között mozognak,
az akaratlagos mozgások merevek és diszharmonikusak. Lator László szoros olvasata végigköveti a Pilinszky lírára jellemző ismétlések, néhol tautológiák dinamikáját, ami kiterjed a rokonértelmű főneve, kötő és módosító szavak halmozásán túl, a hangsúlyos vershelyzetben, azaz versszakzáró mondatként és versszaknyitóként is ismételt tagmondatra is nyár van. A napszakok, látványok, kerubok és a vers beszédője között kiépített tükörszerkezetnek eredményeként az emlékszel még kérdés az apostrofikusság valamennyi lehetőségét magában foglalja, azaz önmegszólításként a szerelmesnek és az olvasónak a versnek feltett kérdésként is érthető, és ezek nem is választhatóak el egymástól, hiszen a hang egységessége, folytonossága nem a beszélő személyében, hanem a figyelem móduszában keresendő. Az üríti ige, feltűnően hiányzó ige kötője mutat rá ennek az állapotnak a kimerevítésére. A látvány előállítása nem a vadász figyelmének az eredménye, hanem Merleau-Ponty szavával élve a tükröződésben és a kiazmusban a magát közlő világhús megtapasztalása, az átadottság és az üresség önkéntessége, de nem akaratként, hanem etikai parancsnak engedelmeskedve, amit az ürit ige alak is érzékeltet, ezt ugye később a Gana is követi a versben. Mint gyűrött gödör feneke a táj. A világ olyan figyelemnek tudja magát így közölni, amely a gyászon és a kiüresedésen iskolázott, és amely újra mondatja a teremtés történetet úgy, hogy az alapelemek szél, föld, tűz közé sorolja a ketrec állapotát, mint a létrejött világ állapotát. Sokan foglalkoztak már a szárnyasok, kerubok értelmezési lehetőségeivel a harmadnapon van. Lator az égő kerubokat a jelenések könyvével hozza összefüggésbe. Jelen megközelítésen felől adekvátabb Ezekiel könyvére utalni, amikor a proféta a babiloni fogság idején kap elhívást, és részesül Isten rettentő látomásában. Az égő kerubok Pilinszky versében az alkonyat kataton merevségének, üres reflexeinek kipakoló mozdulatait kapják, és ketrezbe zártak, tehát nem az epifánia pátoszának megemelői. Székely Magda Mártír című versét ismerve is lehetetlen, hogy ne lássuk az őszövetségi jelenés újraírásának kontextusát a Láger versek sorozatában. Testünkből származik a látszatok zsongása, de ugyancsak a test az, ami véget vet a halucinációknak, és belevet a világ kellős közepébe. A világhoz eljutás képessége és a fantazmákba zártság, mintha feltételezné egymást, így a Merleau-Ponty egyik jegyzetében. Feltűnő, hogy a vers egyes szám első személyi ügéi mindvégig a percepció folyamatosságának fenntartását szolgálják, de az aktív cselekvés felől egyértelműen a mind nagyobb átadottság és a kitettség felé mozdulnak, sosem felejtem, tudom, kértem, hallom és tűröm. Előadásom zárlataként azt szeretném rögzíteni, hogy az a figyelem, ami ebben a versben nyomon követhető, nem a vadra leső vadásznak a figyelme, valóban nem a világot birtokába venni akaró beszélőnek a rögzített fegyelme, hanem a megnyílásé, az átadottságé, amely egy olyan kiazmus lehetőségét teremti meg a világhús és az egyéni percepció közül, amely egyben a figyelem etikai vonatkozásaira is hangsúlyt tesz. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Ha kérdések merülnének föl, akkor a négy előadás után kerülhet sor a vitára. Most Kulcsár Szabó Zoltánt szeretném felkérni, hogy tartsa meg előadását. Kulcsár Szabó Zoltán az ELTE Összehasonlító Irodalom és Kultúratudományi Tanszékének vezetője, egyetemi tanár, 20.-21. századi irodalommal és irodalomelmélettel foglalkozik, és legutóbbi kötete a Jelölő Visszahúzódása című könyv. Előadása elsősorban a Magamhoz című Pilinszky versről fog szólni, Önmegszólítás és Dekreáció címmel.
A verset szeretnénk kivetíteni a Word dokumentumból. Köszönjük. Lehet, hogy technikai okokból csak a versenek a első felét látjuk itt, de vagy lehet, hogy majd megpróbálom lejjebb pörgetni. Előadásomban egy, tehát félig látható korai Pilinszky versről fogok beszélni, abból a korszakból, amelyről Hafner Zoltántól az első szekcióban kaptunk egy pregnáns leírást, és de még mielőtt rátérek erre a költeményre, az első bekezdés mégiscsak az apokrifot fogja érinteni. Ki tudhatja, miféle fájdalom tapossa? Milyen az a fájdalom, amely hasadt patákon, hártyás lábakon tapossa itt az örökös sötétet? Az apokrif sokrétű apokaliptikus vízióját tanácstalanul mozgó vagy éppen menekülő állatok népesítik be, amelyeket, ez többek közt hasonlatok erősítik meg, nem is lehet egykönnyen elhatárolni az emberi jelenlét formáitól. Ez a jelenlét a költemény zárlatának tanúsága szerint persze egy visszavont vagy félig meddig visszavont jelenlét. Itt adja meg a szöveg az állati és emberi létformák közös elemét, amikor teremtmények arcáról beszél egy olyan párhuzam keretei között, amelyben a vers énje halott redőként, rajzolatként jeleníti meg önnök pusztulásának jövőjét. Ezt egészíti ki a teremtmények törmelékké bontott arcának különös látványa. A teremtmény fontos szereplője Pilinszky költészetének, kreatúra néven is színre lép például a nagyvárosi ikonokat záró kórusban. Innen nézve az állati és emberi attribútumokat keresztező jelenlét megnyilvánítója, akit, amit, ráadásul éppen a jelenlétének fenyegetettsége tüntet ki. Lehet-e persze egy állatnak arca? Megvalósítható-e ez a feltételezés valamiféle antropomorfizáció közreműködése nélkül? Vagy inkább azt kellene elképzelni, hogy az állati az, ami rámásulódik, láthatóvá válik az önmagát teremtményként megjelenítő vagy megpillantó felületen. Ez a Merisszire vezető kérdés itt nem követhető tovább. Az apokrif szövegében minden esetre a vadállat két fontos hasonlatban is előkerül. Egyrészt a figyelem fejeződik ki a testi jelenlétén, mint figyelő vadállat oly nyugodt, másodszor pedig a félelem, hogy riadt vagyok, mint egy vadállat. Picit kihagyok a szövegből. Egy nagyon korai, a kései József Attila költészet erőteljes hatását mind beszédhelyzetében, mind motivum és szókincsében tükröző költeményében, az amúgy a modern magyar költészet egy Revicki és Komjáti által megalapozott gesztusát felidéző Magamhoz című 1942-es versben, a lírai én egyenesen az állatként való létezésben jelöli ki azokat a támpontokat, amelyeket az önmegszólítás, önábrázolás, sőt, talán az önmegértés biztos kereteit adják. Opa. Idézem akkor a... harmadik szakaszt. Légy hát akár az állatok, oly nyersen, szép és tiszta, bátran figyelj, mint ők figyelnek kegyetlen titkaikra. Az én etikai karakterű, sőt a jogi törvény jellegű számonkérés bizonyos vonásait is magánhordozó párbeszéde önmagával, ugye nem csak bátorságról vagy végzetről esik szó az első két szakaszban, hanem számontartásról is, minden esetre először ebben az önfelszólításban kulminál. A bátran viselt magányra, a bátor figyelem felel. Az első felszólítás az egy önmagától bizonyos értelemben távolabb lépő, önmaga felügyeletére is képes én ad, éppenséggel bátorítást.
Légy bátor a magányodban, mert mégsem vagy teljesen magányos, hiszen ha más nem is, én számon tartlak téged. Fontos egy potenciális evangéliumi allúzió is a háttérben, amelyet az Isten és az ember relációját is rávetíti erre a beszédhelyzetre, Lukács evangéliumából idézek, mégis az Isten nem feledkezik meg egyetlen egyről sem, sőt még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. A harmadik szakaszban az állatok, mintha minden bátorítás nélkül volnának egyedül kegyetlen titkaikkal. Miféle attribútumok jelölik itt ki az állatit? Nyers szépségük és tisztaságuk egyszerre cseng össze, és áll szemben titkai kegyetlenségével, ami persze itt kétféleképpen is értendő. Az állati lét kegyetlen törvényeinek titkaként, vagy akár a léttörvények elzártságának, azaz hozzáférhetetlenségének kegyetlenségeként. Az állat szépsége innen nézve a kiszolgáltatottság, sőt, visszagondolva az apokrif egyik említett hasonlatára, hogy riadt vagyok, mint egy vadállat, a sebezhetőség, sérülékenység megnyilvánulása, akárhogy tetszik, a teremtményiségé. Fontos lehet, hogy Simon Weil éppen erre a sérülékenységre alapozta maga esztétikáját. Még ennél is fontosabb, hogy Pilinszky tulajdonképpen megfordítja a nyitottra orientált állattekintet, például Rilke által a 8. duinói elégiában megalapozott paradigmáját, mit Allen Augen Zédi Kreatur das Offene, deklarálja később éppen a nyitott által formált állati arcot is emlegető költemény híres nyitánya, egyben kijelölve az állati és az emberi közötti válaszvonalat is. Pilinszky verse viszont folyamatosan befelé irányítja az állati létezés felé terelt megszólítottat, a benned névmás ezt három esetben is nyomatékosítja a szövegben. Benned érjen a végzet. Az első szakasz önfelszólításának eme konklúziója kettős értelmű. A sors, ha saját sorsként értendő meg, nem lehet kívülről meghatározott, ne hagyd a sorsot csillagokra. Benned ér el a saját végzeted, de ez egyben mintha nem is lehetne más, mint ez az önmagaság egy olyan végzet, ami a kiteljesedés értelmében is érik, az én önmaga végzetét termeli, vagy ha lehet így fogalmazni, hordja ki. Az a kép, amellyel a vers a következő sorban él, vagy sorokban él, vállat két éber sarka közt, ha sisteregve átcsap, tulajdonképpen konkrét, materiálisabb formában fejti ki ezt a kettőséget. Egyfelől kívülről érkező csapásként, akár villámcsapásként ábrázolja a sors megérkezését, ezt megerősítheti a vakító bánat képe a szakasz végén, másfelől ez mégis inkább metaforikus megjelenítése az önmaga ellen fordult test biológiai végzetének. A testrész antropomorfizálása, az éber vállak képzete tulajdonképpen, mint egy megelőlegezi az állatok figyelmét vagy figyelmességét, mint a tehát ez utóbbi, befelé forduló figyelem, egyben a testi lét törékenységének ebben az értelemben kegyetlen titkaira irányulna. Ennek a jelentésszintnek a jelenlétét az utolsó szakasz erősíti majd meg, ahol az én, a megszólított vagy Fülöp László szavával átélő én eltűnésének szinterét egy olyan kifejezés nevezi meg, hiába járják pitvarod, amely megint csak utal egy biológiai szervre is, ugye a szív vonatkozásában. Megfigyelhető tehát a versben egy folyamatosan visszahúzódó mozgás, amely az ént befelé irányítja, majd az állati lét egyben tehát a teremtményiség dimenzióira korlátozza, végül pedig pusztulásának fenyegetését is szignalizálva eltünteti, felismerhetetlenné vagy láthatatlanná teszi, nem lel senki rád, illetve csak én látlak vagy én se. Talán nem teljesen félrevezető, legalábbis a teremtményiség vonatkozásában ezt a folyamatot valamiféle visszateremtésként, Weil kifejezésével dekreációként jellemezni, ami elképzelés, noha Pilinszky csak jóval később ismerte meg, a magamhoz keletkezéséhez időben nagyon közel formálódott. Weil fogalma, amelyet később például Giorgio Agamben is átvett, már eltérő értelemben és összefüggésben, szintén egyfajta visszahúzódás vagy kiüresedés gyakorlatára céloz, amelynek teológiai értelme éppen az isteni jelenlét valós kibontakoztatásában rejlik. Egyfajta negatív produktivitásról van szó, Agamben szavát kölcsönvéve talán valamiféle inoperativitásról is egyben, olyasmiről, amit bizonyos értelemben illusztrálhatnak a korai Pilinszky versnek a megszólíthatóz intézet kifejezetten nem cselekvésre vonatkozó utasításai viselt figyeld, de akár jóval későbbi poetológiai eszmefuttatása is, ahol a művészi alkotást passzív teremtésként határozza majd meg. Weil számára a dekreáció annyit tesz, mint éppen Pilinszky fordításában idézem, meg nem teremtetté tenni a teremtést, idézet vége, amit ez a vonatkozó fejtés több formában is világossá teszi, nem lehet destrukcióként, különösen pedig önpusztításként érteni. Weil magyarázatában a teremtmény visszavonulása a teremtettségéből,
lényegében az isteni jelenlét egy formájának kiterjesztését eredményezi, másként fogalmazva, Isten bizonyos értelemben vett kiszakítását a teremtő pozíciójából, és ezáltal a teremtményiség általi meghatározottságából. Olyan jelenlét előállítása tehát, még ha ez az előállítás itt a legkevésbé sem érthető teremtésként, produktivitásként, ahol Isten, idézem vett, nem mint teremtő van jelen, ahol ez a jelenléte tehát nem kötődik az által teremtett létező dolgokhoz. Ami jelen szempontból leginkább érdekes itt, az a dekreációnak az a teljesítménye, hogy megszakítja a teremtő-teremtmény köteléket, amelynek tagjai ebben a kötelékben legalábbis kölcsönösen meghatározzák egymást. Az itt tárgyalt vers olvasatában ez a mintázat persze csak korlátozott jelentőséggel bírhat, de például az apokrif értelmezésében annál komolyabban, itt elsősorban a szöveg bizonyos poétikai sajátosságainak leírásához járulhat hozzá. Mindenek előtt a megszólítás beszédhelyzetének alakulásáéhoz. Mint az fentebb szóba került már, a költemény helyenként olyan jellegű távolságot tételez a megszólító és megszólított között, amely ha nem is érvényteleníti, de legalábbis próbára teszi a verscím instrukciója nyomán önmegszólítónak tekintedő beszédhelyzetet. Mondhatja egy én önmagának, hogy én számon tartlak téged? Vagy azt, hogy több vagy mindannyiunknál? Netán azt, hogy csak én látlak? Másfelől a harmadik szakasz nyitó felszólítás, hogy ez a légy hát akár az állatok, nyomatékosan odakapcsolja a költeményt a Németh G. Béla által önmegszólító verstípusként jellemzett poétikai formáció egyik legjellegzetesebb, Németh által József Attila tudott, hogy nincs bocsánatában kiteljesedni látott összegző gesztusához, annak irodalom történeti hátterét is ide értve Petőfitől, ha férfi vagy légy férfi, Babicson, lettem, ami lettem, ez éppen egy Magamról című versben áll, és Kosztolányinát, hát légy mi vagy végképp boldogtalan, József Attila önfelszólításáig, légy, ami lennél férfi. Vagyis az önmegszólítás, mint egy önön határait, korlátait teszteli Pilinszky ezen költeményében, ahogy a más és szubtilisebb módokon József Attila nagy versében is, mint abból a, ami abból a szempontból nézve nem meglepő, hogy nem csak a korai pályaszakaszban, de még például az apokrifban is meghatároz, ez szóba is került ma, a beszédhelyzetet konkretizáló grammatikai pozíciók váltogatása, akár ezek analitikus feltérképezése is. A magamhoz szövegében ez inkább tematikus síkon lesz beszédes. A vers olvasója ugyanis annak lesz tanúja, hogy az önmagához forduló én, miközben önmagához beszél, eltéveszti, elveszíti magát. Maga a cím nagyon határozottan foglal állást, az én és a megszólítás által a te pozíciójába áthelyezett önmaga közötti viszony exkluzivitása mellett. Mintha ezt az én rendelkezését önmagával vagy önmaga felett az önmegszólítás beszédhelyzete tartaná fent és igazolná vissza. Én számon tartlak téged. Ez a kijelentés ebben a megvilágításban annak ellenére a megszólító és a megszólított viszonyának stabilitására céloz, hogy meglehetősen szokatlan formát szab az önmegszólításra, sőt, hangozik némiképp talán erőltetettnek, a sor egy másik olvasata éppen a nyelvi kontaktusra, magára megszólításra vezetheti vissza az én önmaga feletti rendelkezésének feltételét. Számon, szájamon tartalak téged, amíg beszélek hozzád, addig megtartalak, a nyelven tartalak. A költemény aztán éppen ennek a viszonynak a leépülését adja elő, ami az önmagában titkokat figyelő, megfigyelő állathoz való hasonlításon keresztül az önelvesztéshez vezet. Nem lehessen kirád. Befejezéshez közelítek, értem, már ott vagyok. Az állatban az én sajátos kitüntetett pozícióját vonja kétségbe, amivel egyben a megszólított is azonosíthatatlanná lesz. Csak én látlak, vagy én se. A saját személy így értett elvesztése, a velféle dekreáció egy lényeges aspektusa, ahol, mint Roberto Esposito megállapítja, a személytelenség nem például egy általános többesben feloldódó ellenpólus, hanem sokkal inkább az én önmagától való megválásának egy kritikai erőnek a manifestációja, amely az ént elszakítja attól az egyetlen birtokától és képességétől, amelyen maga rendelkezik, vagyis attól, hogy magához és magáról beszéljen, hogy szájában tartsa magát, hogy azt mondja én. Vel pregnáns megfogalmazásában ez így hangzik, idézem, semmit sem birtokolunk a világon, mivel a véletlen mindenünktől megfoszthat, egyetlen birtokunk, hogy azt mondhatjuk, én. Ez az, amit oda kell adnunk Istennek, másképpen szólva ez az, amit le kell rombolnunk. Semmi, de semmi egyéb szabad cselekedet nem áll rendelkezésünkre, ha csak ez nem, énünk lebontása, eddig az idézet. A Pilinszky vers zárlatának ismétlés által hangsúlyossá tett énjei egyfelől az én nyelvi öntételezésének, vagy akár önteremtésének hatalmával szembesítenek, ugye csak én látlak,
amelyik mintha az ént alapozná meg a teremtő-teremtett relációban, és amelynek a megszólítás instrumentáriuma is részét képezi, másfelől viszont ugyanennek az eszköztárnak a sérülékenységével is szembesít. Az én önmagának való kiszolgáltatottságával, amely többek közt akkor nyilvánítja meg önön korlátait, amikor az önmegszólításban, és ez mindig lehetséges, eltéveszti önmagát. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen! Szeretném felkérni most Burján Ágnest, hogy tartsa meg előadását Pilinszky, Rilke és az ikon címmel. Ágnes jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója, valamint a Veszprémi Padányi Szkola Katolika magyar és német tanára. Kutatási területe Rilke és Pilinszky János költészete. Pilinszky több alkalommal is az orosz ikonok mozdulatlanságával, időtlen idejével példázta esztétikai nézeteit. Legelőször 1967-ben az apokrif keletkezés történetével kapcsolatosan, ahol az ikon az elhíresült diszkosz hasonlatot kiegészítve szolgáltat példát az írás folyamat mozdulatlan intenzitására, tehát a Pilinszky féle alkotói jelenlétre. Idézem. A Trecentóban, mondja Pilinszky, a festészet figurái hirtelen megmozdultak, s egészen a barokkig viharoztak. Ezzel szemben az ikonok mozdulatlanok maradtak, és csak az intenzitás hullámzott mögöttük. Idézet vége. Pilinszky feltehetőleg azért fordult épp a nyugati és a bizánci festészet különbsége felé, mert a különböző stílusoknak és formálásmódoknak a nyugati festészeti reneszánszal megindult váltakozása párhuzamba állítható a nyugati kultúrtörténeti modernség azon törekvéseivel, melyekkel Pilinszky vallásos ontológiai művészet szemlélete miatt vitában állt. A költő szerint a valóság nem válhat hozzáférhetővé az intellektuális reflexió módján, csak is a művész teremtő képzelete révén, melynek lényegi feltétele az odahallgató figyelem és az alázat. Idézem Pilinszkyt 1969-ből. Az intellektus a kopártájban kopártájat lát, a művész szépséget. Mivel a reneszánsz perspektíva ábrázolás mesterének kezét az értelem irányítja, megtöri jelölő és jelölt ábrázolat és lényegegységét. Ezzel szöges ellentétben az ikonfestő kezét az alázat irányítja, így az elkészült ikon maga a jelenlét helye. Pilinszky tehát a keleti ikonművészettel összhangban a személytelenben és az alázatban elérhető létteljesség lehetőségét hirdeti, ami által szembe kerül Camus abszurdjával és az egzisztencializmus következtetéseivel. Ebben a 60-as években kezdődő folyamatban köztudottan nagy szerepe volt Simone Weil misztikus filozófiájának és Dostoyevsky prózaművészetének. Előadásomban arra kívánok rávilágítani, hogy a nagy jelentőségű 60-as évekbeli hatások mellé fel kell vennünk az osztrák Rainer Maria Rilke nevét is, annál is inkább, mert az orosz ikonokhoz fűződő viszony már a fiatal Rilkét is nagyban inspirálta. 1901-ben az ikonok kapcsán például azt írja, idézem. Minden művészet számára a legnagyobb kihívás, hogy csak egyetlen lehetőség van a tér, amelyben a nézőnek vissza kell adnia azt, amit a művész teremtett, és az annak alázatán keresztül teljesedik be, aki előtte imádkozik. Rilke Pilinszkynek fiatal korától egyik legkedveltebb költője, és a vele való gondolati szellemi azonosulás 1961-től felerősödik. Pilinszky a valóságot innentől kezdve rendszerint tények és valóság fogalmi szembeállításával Rilke nevéhez rendelten konceptualizálja. Rilke mondta, idézem Pilinszkyt, Rilke mondta, hogy életünk egyik legsúlyosabb törvénye, hogy a tényektől sohasem tudhatjuk meg a valóságot. Amit Pilinszky tény és valóság szembeállításával leírt, azt Rilke legtöbbször a látszat és valóság, vagy a látható és a láthatatlan címzavakkal ragadott meg, azonban megnevezéstől függetlenül mindkét költőnél a világ és az ember léthiányos állapota áll szemben a művészet által elérhető létteljességgel.
A valóság megragadása tehát Rilkénél és Pilinszkinél sem pusztán a műalkotás sikerültségét jelenti. Költői programjuk kifejezetten metafizikai jellegű, a világ egy részének művészi megalkotása a szó legszorosabban vett értelmében megvalósítás, mert általa létének transzcendens alapja nyilvánulhat meg. A művészi átlényegítés, illetve átlényegülés ezen eseményét Pilinszki az inkarnáció fogalmával nevezi meg, Rilke az átváltozáséval, és mindkét poetikai fogalom jól értelmezhető meglátásom szerint az ikon elmélete felől. Bár Pilinszki inkarnáció fogalmának alapját a keresztény valóságszemlélet képezi, és Rilke költészetében éppen első oroszországi útját követően 1899-től válik érzékelhetővé a katolicizmussal való szakítás, ám a műalkotás a két világot összekötő határ alakzatként, továbbá az imádság egy fajtájaként való elgondolása esztétikájának sajátja marad. Pilinszkinél az ikonok hatását a legegyértelműbben az 1970-es Nagyvárosi Ikonok egyedi kötet kompozíciójának teljességében érhetjük tetten, de megelőző köteteinek versei között is találunk olyat, amely jól értelmezhető az ikonesztétika elméleti bázisán. Másfelől Pilinszki alkotáslélektani elgondolásainak számos olyan pontját említhetjük, amelyek jóval az ikonokról való elmélkedést megelőzően jellemzik poétikáját, ám mégis érintkeznek az ikonfestészettel. Ide tartozik a költő, idézem, ugrásra kész éberségének, már-már személytelen figyelmének gondolata, 1977-ből a mű születéséből idéztem. Továbbá az, hogy a látás teszi meg a világérzékelés legfőbb módozatává, mint például ismert, talán legismertebb, vagy legalábbis nagyon jól ismert verseit említve a Senki földjén és az Apokrif esetében. Mint ismeretes, látás és figyelem Rilke költői alkotás filozófiájának is központi kategóriája. A költői valóságalkotás nála sem az észtevékenysége, hanem történő megértés. A lemondás, az alázat és a személytelen virágra nyitott figyelem útján az alkotó átadja magát a kontemplatív látásnak, míg a dolog megszabadul megszokott értelmezési kereteitől, és legsajátabb tárgyas valóságában, tulajdonképpeniségében áll elő. Az új versek műalkotás tárgya ennek értelmében egy az ikonok ontológiájával rokon költői koncepciót teljesít be, hiszen a Kunsting, a műalkotás tárgy nem más, mint a kontemplatív szemlélés útján önön lényegévé átváltoztatott szellemi szerkezetének pontos kifejezését elnyert létező. Ebből a perspektívából olvassuk most újra az új versek második kötetének arszpoetikus nyitóversét, az archaikus Apolló torzót. A szonett valójában nem a görög Apolló szobor leírása, hanem annak a kivételes erejű interpersonális kapcsolatnak, mely a műalkotás és szemlélője között létrejön. A szemlélő befogadás folyamatát egy különös kijelentéssel zárja a szöveg, idézem, Tóth Árpád fordításában. Mert nincsen helye egy sem, mely rád ne nézne. Vagyis a megfigyelő személy válik kiszolgáltatottá a Kunsting egész testét uraló tekintetének. Ez párhuzamot mutat az ikon teocentrikus, fordított perspektívájával, mely során a párhuzamos egyenesek meccéspontja a szemlélőbe helyeződik. Ez megmutatja, hogy Isten, mivel anyagtalan, mindenütt jelenvaló, szimultán több nézőpontot is fel tud venni. A vers tehát befogadót, a végtelennel való szembesítés során eleve az alázat dialógikus megértői pozíciójába utalja. Nem véletlen, hogy Rilke épp a fény és a művészet istenének szobrát választja tárgyul, analógiát teremtve a művészet szakralitása és a szent ikon között, ahogy az sem, hogy a tárgy egy torzó. Ahogy a vers szóterében előre haladunk az anyagi világ nézőpontját, egyre inkább felváltja az isteni önközlése kinyilatkoztatása. Ennek eredője a hiányzó tekintet, amely azonban minden láthatónál nagyobb intenzitással van jelen. Azáltal, hogy a nem látható láthatóvá válik és jut a legnagyobb jelentéshez, a vers az ikonszemlélés, az áhítat parabolájaként is olvasható. E folyamatban nagy szerepe van a transzcendenciát jelentő fénynek. Amit azonban Tóth Árpád fordítása nem jelöl, hogy Rilke verse a második strófában szó szerint megvakítja a szemlélőt. Most szó szerint fordítva, nyers fordításban idézem. Különben nem vakíthatna meg téged a mellkas íve.
Ez az önszemlélés pillanata, amikor a tekintet a külső, látható dolgok helyett immár a láthatatlanra nyílik. A művészet szakralitása a befogadót megvakítva, mint egy térdre kényszeríti. Akárcsak a szent ikonfestő, a műalkotást újraalkotó szemlélő is közreműködik a tanúságtételben. És innen válik motiválta a szonet szállóigévé vált az élet megváltoztatásának szükségszerűségét hirdető sora, a változtasd meg élted. Hiszen a megszólítás alakzatait olyan személyközi viszonyt létesít az olvasó és a Kunstdin között, ami által a vers magára veszi az ikon ontológiai karakterét. A műalkotástárgy szakrális kisugárzása által tehát az olvasót olyan befogadói értelmezői pozícióba kerül, amelyből a szóbeli ikon alakzatát szemlélve átléphet a transzcendens terébe. Hasonlóan számolja fel a határt én és a másik között Pilinszky novemberi Elysium című verse, ahol az apostrofé és az átlényegülés állapotát idéző lábadozás idejét leíró jelen idejű kijelentések, valamint a novemberi napban való ragyogás, mint a fenséges szellemi felemelkedés, az isteni létben való részesedés képerévén a befogadó is átéli idő és időtlenség misztikus egységét. Az evilági üdvözülés csodáját, ami által már a nagyvárosi ikonok szemléletét előlegezi. A vers alanyoknak a harmadnapon egyes darabjaiban meginduló elszemélytelenedése és Jézusi szerepbe kerülése a nagyvárosi ikonoknak már centrális poétikai elve. Előadásom további részében a kötet két arszpoétikus verséről ejtek szót. Az egyik a mindössze egyetlen versmondatból álló önarckép 1944-ből, idézem, sírása hideg tengelyében áll a fiú. Az egyes szám harmadik személyű versbeszéd meghiúsítja a cím személyes leírást feltételező olvasói elvárását. A személytelenítés tovább fokozza a fiú arctalan megjelenítése, akit a rövid jelenidejű versmondat az örökké tartó jelen pillanatába zár. A fiú két cselekvését, a mozdulatlanul állást és a sírást, mint Krisztus attribútumát összekapcsolja a tengely metonimikus képe, mint a fiú létezésének vertikális irányú, tehát a transzcendens felé irányuló tere. Mindez egyszerre aktivizálja a mozdulatlan elköteleződés és az imitáció Kriszti poetikai témáját. A vers, mivel Krisztus képmásaként láttatja alanyát, a pravoszlávikonnal rokon módon a szellemi lényeg megjelenítésével ad hírt a láthatatlan világ titkairól. Meglátásom szerint a transzcendencia egyidejű több nézőpontúságát felmutató ikon mintáját követi Pilinszky a kötet címadó versében is a nagyvárosi ikonokban, mely egyaránt jelenik meg a beszédmódok, a személyes és a személytelen hangnem, illetve az alany személyének és számának sokszori váltakoztatásában. Szintén az ikon létmódját juttatja érvényre az idő és tér megjelölésekből fakadó folyamat jelleg, a transzcendens események felé való haladás. Mint látni fogjuk, a vers poetikai eljárásmódjai, melyek az evilági létteljesség művészet általi elérési módjának felmutatását szolgálják, összhangban vannak az ikonfestő, nem a ráció irányította kézmozdulataival. Az első szakasz egyetlen sora, idézem, lakhatatlan, kiáltják lakhatatlan, egy a köznapi kommunikatív nyelvhasználatban a nagyváros térviszonyaira vonatkozó felkiáltást visz színre, amit azonban teljesen átértelmez az alcím szimbolikus időpont megjelölése a déli 12 óra, mely Pilinszky lírájában az időtlenség örömének toposza, az örökkétartó pillanat. A transzcendens idő kategóriájával való versnyelvi újrajelölés során a létezés szűkösségét metaforizáló lakhatatlan tér tehát megszűnik térszerűségében létezni, így átlép az autentikus lakozás a jelenlét pillanatába. Eszerint a 20. század történeti valósága, amire a cím jelzőjelő tagja a nagyvárosi is utal, úgy változhat jelenvalóvá, ha ikonként látjuk és olvassuk. A lakhatatlansága kontextusban a senki földjén puszta és lakatlan emlékektől mentes metaforikus terének jelentését is életre hívja, vagyis a gyermeki világmegértést, a költői alkotás nullpontját. Ezzel összhangban idézem Pilinszky 1975-ös úti élményét követő felismerését New Yorkról. Szerinte ő már régóta New Yorkról ír. Ez még nem az idézet volt, és akkor most következik az idézet. Az a kötet cím, hogy nagyvárosi ikonok, New York, tehát
Magát a kötetet, a kötet címet New York-kal azonosítja. Mit is jelent ez az eszéíró Pilinszky szótárában? Megint idézem. Ez a város visszasüllyeszt a gyerekkorba, New Yorkban tegeződő viszonyba kerülünk ismét a világgal, oly elsődleges és oly félelmetes itt minden, mint utoljára érzékelésünk hajnalán. A címbeli nagyváros ikonszerűségét eszerint az adja, hogy benne épp úgy nincs elkülönülés, mint az ikonban, benne megvalósul a létezés isteni tökéletessége. És hát tartva attól, hogy lejárt az időm, inkább megkérdezem, lejárt? Jó, akkor hát csak röviden a második szakaszra térnék ki. A második szakasz a versnek a hajnali 3 óra idő megjelölésével foglalkozik, folytatódik. A hajnali, tehát a tudat által még nem korlátozott világérzékelés és megértés képzetét folytatja. A következő szakasz időszimbóluma is tehát, melyhez a kőrakás felé való megindulás képe társul. Pilinszky költői szemantikájában a kő egyaránt veszi fel a bibliai alapkő, az öröklét és megőrzés jelentéseit, továbbá a lenti szférához való tartozás révén az alávetettségét, az alázatét. Így a líra nyelv a megértés példaszerű létformájának a felvételére is utal, amit a kőrakás rejtettségéből fölröpülő madár a transzcendenssel való kapcsolat szimbólumaként egészít ki. Ismeretes, hogy Pilinszky művészet filozófiájában az inkarnáció folyamata az alázat alkotói diszpozíciójához, az engedelmes képzelethez kötött, melynek előfeltétele az ihlet kegyelmi pillanatának. A vers második egysége tehát egyenértékesíti a transzcendens és a költői szférába lépés átvalósulási folyamatát, melybe esztétikájának központi alakját is bevonja Jézus Krisztust, hiszen a vers itt megidézi Krisztus Getsemáné kertbeli virasztását épp úgy, mint Jézus sziklasírját és a feltámadás eszkatológikus eseményének bibliai elbeszélését. A kő, mint templom a pravoszláviában a földi szféra jeleként Krisztus emberi természetét jelöli, míg az ég a láthatatlan istenséget. Az utóbbi megismerése ugyanakkor elképzelhetetlen volna az előbbi láttató ereje nélkül. Innen is érthetővé válik a pravoszláv egyházban az ikon és az evangélium egyenértékűsége. A második szakasz tehát egyaránt jeleníti meg a Krisztussal való azonosulást, az autentikus létmegértésre való készenlétet, és teszi indokoltá a múzeum rész fény tematizációit. A vers utolsó egységének pedig a teremtményiség léthelyzetéről tett személytelen, szaggatott kijelentései, mintha azt a folyamatot vinnék színre, ahogy a krisztusi személytelenséget elért kreatúra, elérni szellemi lényegét, amit az, ami jelöl, és ikonként a láthatatlan, a transzcendens létteljesség jeleként mutatná magát. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, és a szekció utolsó előadása következik. Szénási Zoltánt szeretném felkérni, hogy tartsa meg előadását Pilinszky János, a katolikus költő, sztereotípia vagy komplex irodalomtörténeti kérdés halmaz című előadását. Szénási Zoltán irodalomtörténész, kritikus szerkesztő, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa, az Új Forrás és az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője, főként Babits Mihály költészetével foglalkozik, illetve a kritikai kiadásban részt vesz, egyébként a konzervatív kritika és irodalmi modernség viszonyával, illetve a keresztény hagyomány és a 20. századi líra-magyar kapcsolatával foglalkozik. Legutóbbi könyve kritikákat és esszéket tartalmazott papírforma címmel. Köszönöm szépen, tisztelt konferencia, szeretnék annyit előre bocsátani, hogy az előttem elhangzott rendkívül érdekes és magas színvonalú előadásokkal szemben én csak érintőlegesen fogok a Pilinszky lírával foglalkozni. Tehát, első tekintetre a költészet előtt minden jelző megzavar. Ezzel a mondattal indul Íj és Gyula
katolikus költészetről írt 1933-as bírálata, és ha áttekintjük Pilinszky János erre vonatkozó nyilatkozatait, a zavar ugyancsak nem tűnik el. Az, hogy vele kapcsolatban a katolikus költő, mint sztereotípia, vagy más megközelítésben, mint csoportidentitást meghatározó kategória felmerült, talán nem igényel különösebb magyarázatot. Életpályája szorosan kötődik a korabeli katolikus lapokhoz. 1941 és 44 között az Élet című katolikus hetilap segédszerkesztője, később a Vigília rendszeres szerzője volt, majd 1957-től az Új Ember belső munkatársaként dolgozott. Emellett életművének alapkaraktere, világ és művészet szemlélete, költészetének motívumkincse is szorosan kötődik a katolikus keresztény hagyományokhoz. Az utóbbi évtizedben született olyan interpretáció, Pankowski Tamásé, mely kimondott célkitűzése szerint Pilinszkyt, mint keresztény gondolkodót, az evangéliumi esztétikát pedig, mint vallásos és keresztény esztétikát értelmezi. Bár néhány esetben esszéiben is előfordul a katolikus költő, a katolikus vagy általában a vallásos irodalom említése, legtöbbször a vele készített interjúkban konkrét kérdésre válaszolva nyilatkozott a témáról. Leggyakrabban Pilinszky, Moriáknál és más katolikus íróknál, költőknél is előforduló elhárító gesztusát szokás idézni. Költő vagyok és katolikus, nyilatkozta például 1969-ben egy csoporthovatartozását firtató kérdésre. A beszélgetésből látható, hogy a beszélgetésekből látható, hogy a 60-as évektől kész volt a költő válasza a hasonló irányú kérdésekre, mely azonban a katolikus költő megnevezés elutasítása mellett rendszeresen tartalmaz még két fontos mozzanatot. Az egyik, hogy Pilinszky szerint az utolsó katolikus költő Assisi Szent Ferenc volt, a másik pedig a vágy, hogy a Szent Ferenci értelemben vett katolikus költő legyen. A költő válaszaiból az már nem derül ki, hogy akár önmagára, akár másokra vonatkozóan mi választja el a vágyat annak megvalósulásától, megvalósíthatóságától. Talán a V. Bálint Évának adott interjúban kerülünk legközelebb a probléma megoldásához. Szintén többször idézett részlet a katolikus költő létre vonatkozó kérdésre adott válaszához kapcsolódóan idézem: sokat gondolok Jézusra, bármint minden igaz hívő, eretnek is vagyok. Mert aki nem hisz, csak az nem eretnek. Ebben a kijelentésben számomra most az eretnek önvallomása a lényeges. Egy 1965-ben keletkezett naplóbejegyzésében ugyanis a következőket írja, idézem: egyöntetően katolikus költőnek éreztek, míg itthon sokszor nem értik a tematikus tartózkodásomat. A líra nem úgy hitvallás, mint egy nyilatkozat. Ez csak akkor lehetséges, ha a költő a szenttel párosul, mint utoljára talán Assisi Szent Ferenc személyében. De ha nem így van, akkor a katolikus költő eszményi fogalmának csak megközelítéséről lehet szó, s ajánlatos a tematikus tartózkodás. Eddig az idézet. A katolikus költőt tehát Pilinszky egy olyan ideális létállapotnak, a költő és a szent egyé olvadásaként fogta fel, mely számára, az eretnek számára elérhetetlen. Ebből a szempontból a katolikus jelző leválasztása a költőről tehát leginkább a vallásos önismeret szerénységre intő gesztusaként fogható föl, mely azonban ezen a személyes vonatkozáson túl rávilágít Pilinszkynek az irodalomhoz, vagy általában a művészethez való odafordulásának esszéiben többször kifejtett esztétikumon túli aspektusaira is. Kérdés azonban, hogy lehet-e más, ki nem mondott oka Pilinszky elhárító gesztusának, ha a katolikus költő vagy a katolikus irodalom fogalomtörténetét nézzük. Pilinszky, aki a 30-as években 8 éven át volt a budapesti piarista gimnázium tanulója, egészen biztosan találkozott azzal a katolikus költészettel, melyet Harsányi Lajos, a piarista Sík Sándor és ebben az időszakban különösen nagy országos népszerűségnek örvendő Mécs László neve fémjelzett.
Pilinszky 1964. januárjában Sík Sándor utolsó kötetéről írt kritikájában idézi Síknak a katolikus irodalomról írt 1935-ös tanulmányát. Nyilvánvalóan tisztában volt a katolikus költészetről 1933-ban lezajlott vitával is, a Nyugat, Illyés és Babits álláspontjával, melyre Sík kissé megkésve válaszolt a Pilinszky által megidézett esszéjével. Ez a katolikus irodalom, mely elé gyakran oda teszik a modern jelzőt is, a század előn alakult ki az irodalmi modernségre adott felekezeti válaszként, az Élet, melynek utolsó éveiben Pilinszky is munkatársa volt, 1909-ben a Nyugat ellenlapjaként indult, megpróbálta átcsábítani a Nyugat idézőjelbe keresztény embereit, például Kosztolányit. A katolikus kultúra modernizációs kísérlete a 19. század utolsó évtizedeiben kibontakozó vallási megújulás részét is képezte, a katolicizmusnak nem csak hitéleti, hanem társadalmi aktivitását is fokozni kívánta. Ennek politikai vetülete a katolikus néppárt volt, melynek közéleti megnyilvánulásait már a század végtől jellemezte az antiszemitizmus is. A század előttől kezdve létezett tehát egy olyan katolikus szellemi közeg Magyarországon, melyben származásánál és iskoláztatásánál fogva Pilinszky is felnőtt. Ebben a katolikus jelző implikálta feltételezhető hagyománytörténeti összefüggésben még élesebben hangzik Borbély Szilárdnak a kommunista diktatúra időszakára vonatkozó kijelentése. Idézem. Mindeközben Pilinszky olyan paradoxonokat hajtogatott, mint evangéliumi esztétika, mozdulatlan színház, kázélágerek univerzuma, ballator, metafizikai hagyomány. Nem beszélt a holokausztról, a zsidók megbélyegzéséről, az antiszemitizmusról, a diktatúráról, az antihumanizmus gyakorlatáról, a szabadság fájdalmas hiányáról, a magyar hagyományok erőszakos megtöréséről. Semmiről, ami konkrét, eddig az idézet. Ugyanakkor a késő modernség kontextusában Pilinszky teljes életműve éppen a Borbély által emlegetett paradoxonokban megfogalmazott történelmi tapasztalat által kikényszerített kérdésekre adandó válasz keresése szempontjából mégis egyedülálló példával szolgál a II. Világháború utáni magyar irodalomban, és innen nézve a fentebb jelzett hagyománytörténetben is sokkal inkább a szakadást képviseli. Nemrég megjelent könyvében Mártonfi Marcell meggyőzően érvel amellett, hogy Pilinszky vonatkozó megnyilatkozásaiban, idézem, a költő és katolikus embléma a viszonyítás kérdésességében az irodalom egyházi értelmezés tradíciójának megszakadását jelenti, az üttörténeti magyarázatok elnémulásának tényét, és ettől kezdve a kinyilatkoztatás csupán apokrif szórabírhatóságának eshetőségét, eddig az idézet. Ha a korai Pilinszky lírát inspiráló költőelődöket tekintjük, egészen világos, hogy nincs líratörténeti kapcsolat az ő költészete és a fent említett papköltők által képviselt katolikus irodalom között. Harsányi és Sík költészete a század előn az esztétizáló modernséggel dialógizálva indult, később azonban a modernség előtti líramodellt követve teljesedett ki. Különösen éles a különbség, ha Mécs László életművét tekintjük, mely a 20-as évek elején keletkezett versek után, melyek még magukon viselik a hazai esztétizáló modernség poétikájának és bizonyos avantgárd törekvéseknek a retorikai nyomait is, mai nézőpontból leginkább csak hanyatlás történetként írható le. Ezen a ponton nem értek tehát egyet Borbély Szilárddal, aki a Pilinszky hagiográfiája című eszéjében azt állítja, hogy a költő nyelvezete ebből a katolikus költészetből táplálkozik. Ez legfeljebb a Pilinszky és az említett papköltők műveinek közös forrásszövegére, a Bibliára, főként annak új szövetségi könyveire, valamint részben az erre épülő liturgikus és egzegétikai hagyományra vonatkozóan lehet igaz. Azt gondolom ugyanis, hogy Pilinszky a katolikus költő sztereotípiát elhárító gesztusának hátterében, tudatosan vagy sem, azt a távolságot is feltételezhetjük, mellyel saját költészetét, valamint a holokauszt történelmi tapasztalata által is formált világszemléletét,
a pap költőkétől és a 20. század első felének diadalmas katolicizmusától igyekezett megkülönböztetni. A II. Világháború után a katolikus kulturális intézményrendszer újjászerveződött, és a kommunista hatalomátvételt követően többszörösen kontrollált és ideológiailag ellenséges közegben részben tovább is működhetett. Hogy mi lehetett ennek az oka adott keretek között, nincs lehetőség kifejteni, de feltétlenül része volt ebben a hatalom részéről a kommunista üdvtörténetbe vetett bizalom optimizmusának is, mely az idejét múlt társadalmi jelenségek, így a vallásosság és az ahhoz tartozó intézményrendszerek idővel szükségszerűen bekövetkező elhalásával számolt, vagy ahogy Hafner Zoltán mondta, hogy a Pilinszki is majd kinövi ezt a katolikus valamit. 1948 után a katolikus identitás vállalása bármilyen összefüggésben is mást jelentett, mint a két világháború között. Az alábbiakban két, egyébként látszólag egymásnak ellentmondó, és itt a nyitó beszélgetésben szintén megidézett példát szeretnék felhozni arra, milyen időnként váratlan következménye lehet annak, ha valaki katolikus költő a kommunista diktatúrában. Az első példa arra világít rá, hogy a katolikus csoportidentitás felmentést jelent a kommunista üdvtörténeti optimizmusban való osztozás kötelezettsége alól. Lator László a Megmaradt világ című könyvében egyik kötetének megjelenési körülményeire a következőképpen emlékszik, idézem. Nem tudom hányadiknak bekerültem én is a sorba, Kormos Pista, ki más járt közben, bement Domonkoshoz, ez ugye Domonkos János az Európa kiadó igazgatója, nem tudom könnyene, nehezene, igazgatónk igent mondott, ezt kaptam mondhatni kárpótlásul, mert verskötetem sorsa akkor még nem alakult valami biztatóan. Legalább volna katolikus, mondta a szépirodalmi igazgatója Illésendre, mint Pilinszki, mert a vallás valamelyest felmentést adhatott volna a sötét, komor, gyakran történelmi politikai helyzethez köthető verseimnek, eddig az idézet. Az épülő szocializmus időszakában tehát a katolikus költőtől elfogadható volt, ha borúsabban látja a világot. Sőt, a másik példám ennek némileg ellentmond, de más szempontból ez is tanulságos. Domonkos Mátyás lektori jelentésekkel dokumentált visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a harmadnapon kötet eredeti címe a Senki földjé lett volna, ezt azonban a korabeli cenzúra Domonkos visszaemlékezése szerint a címadás egzisztencialista akusztikája miatt nem hagyta jóvá. Mint ahogy az eredeti kötettervben szereplő versek döntően pesszimista világlátása sem volt elfogadható az 56 utáni politikai hatalom számára. Ezt követően kapta a kötet a harmadnapon címet, és került be a gyűjteménybe újabb, kevésbé borús világlátású költemény. Ebben az esetben tehát éppen a katolikus szöveghagyomány kínált lehetőséget az eredetileg túl pesszimista világszemléletet tükröző kötet áthangolására, mely így már megfelelt a politikai hatalom tűrőképességének is. Végezetül csak utalni szeretnék a Pilinszki díjra recepciójának egyik meghatározó motívumára, mely Pilinszki legjelentősebb verseit a megváltatlanság, az Istentől elválasztó, áthatolhatatlan távolság léttapasztalatának lírai kifejeződéseként olvasta. Ebben az összefüggésben úgy tűnik számomra, hogy rejtetten és nem tudatosulva a szentté válni akaró eretnek alakja kanonizálódott hosszú évtizedeken keresztül a II. Világháború utáni magyar líra egyik fontos korpuszává válva. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen! Nem gondolom, hogy azért nagyon kilógott volna ez az előadás a szekcióból, de Szénesi Zoltán mentségére szóljon, ha egyáltalán kell mentegetni, hogy felkérésre készültek az előadások, és szerettük volna, hogyha ez a téma mindenképp bekerül. Valamennyire folytonosság van az előadások összeállításában,
Tehát ezt a témát igazából a következő szekció fogja tovább bontogatni, ahol Sein Gábor előadása után a már említett Hankovszky Tamás és Mártonfi Marcell is beszélni fog a témáról, aztán pedig majd Szávai Dorottya Dosztojevszky kapcsán Dosztojevszkyt már szintén emlegettük. De visszatérve jelen szekcióhoz, nem maradt olyan sok időnk, de azért próbáljunk még kicsit beszélgetni arról, hogy milyen közös pontok voltak esetleg ezekben az előadásokban. Én fölírtam magamnak a jelenlét figyelem témáját, ami szinte mindenkinél elhangzott, illetve az apostrofé vagy megszólítás és a személytelenítés témáját. Szeretnék feltenni egy olyan kérdést, hogy mit gondoltok arról, hogy a figyelem révén üresedhet-e ki az én Pilinszkinél, tehát hogy működik ebben a lírában, ahogy azt hiszem Zoltán fogalmazott, önelvesztéshez vezető kiszolgáltatottság a lírai énnél, és ez alapján korszakolható-e vajon Pilinszky költészete? Tehát van-e változás mondjuk a... Már beszéltünk a kerekasztalban arról, hogy mennyire nehezen és másként szakaszolható egyesek szerint a Pilinszky lira, de hogy van-e változás a korai, kései versek között az én szempontjából, személytelenítés szempontjából és a megszólítás témájában? Akár csak a tárgyalt versek kapcsán. Mit gondoltuk erről? Én áttekintés, erre nem tudnék most vállalkozni. Talán csatlakoznék, már többször utaltunk rá az első szetet, a kerekasztalra, ahol a korszakolás kérdése szóba került. Tehát, hogy biztos, hogy van változás. Ugye vannak ezek a korai szövegek, amit én tárgyaltam, az... De nem csak az, ott ugye nagyon egyértelmű, hogy a József Attila költészet által hátrahagyott keretek között tájékozódik valamilyen módon Pilinszky, és hát nyilván ez az, ami komplex lesz, vagy megváltozik. Ugye szóba került többször is, én is utaltam rá meg szintén a kerekasztal, hogy még az apokrifnál mennyire erőteljesen megfigyelhető az, hogy hát tulajdonképpen így bejárja az egész grammatikai mezőt a megszólalás, megszólítás lehetőségeit keresve. Hát most, hogy mondjam, nagyon megalapozottlanul azt mondanám, hogy hát lehet, hogy ez a probléma aztán egy picit így háttérbe szorult. Tehát, hogy maga az önmegszólítás, mint a politikai dilemma, az lehet, hogy... Hát ezt most csak nagyon közelítőleg mondom, mert ennyire nem tájékozottam most ebben az ügyben, hogy maga ez válik egy picit, hogy mondjam, vagy ettől elfordul egy idő után a Pilinszky figyelme. Én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy tehát én röviden utaltam erre a portréfilmre az előadásom elején, amikor Márgyulával beszélgetett Pilinszky, és elég határozottan azt mondta, hogy két nagy korszakra osztja a saját költői pályafutását, és az elsőben más természetű a figyelem, mint a másodikban. És ott az előadásban is röviden jeleztem, hogy én ezzel egyáltalán nem értek egyet, így a verseket olvas. Én inkább azt látom itt a harmadnapomban, hogy a szövegeket, hogyha egymást követően olvassuk, akkor tulajdonképpen mint egy a figyelemnek a fókusza fordul át, és hogy itt a szerelem sivatagában történik szerintem egy olyan koncentráció, amit az előző versek sora tesz lehetővé, tulajdonképpen kipörgeti ezeket a nagyon elragadtatott, himnikus látványokat, ezeknek az ünnepét, és hogy itt egyfajta énvesztés abban az értelemben jöhet létre, hogy a testnek a figyelme kerül középpontba, tehát hogy a testnek, a kataton állapotban levő testnek minden porcikája tud odafigyelni arra a gödörszerű tájra, ami őt körbeveszi, és hogy a kettő nagyon erősen átjárja egymást. És ez egy egész, és ezt teszi aztán lehetővé a versnek a második felében azt a
átalakított látomást, ami nagyon sok szállal kötődik a kötet egészéhez. Tehát ugye én azt gondolom, hogy ilyen vers sorozatok vannak, ahol a figyelem így fokozatosan módosul, és megnyitja valaminek a lehetőségét. És ez kötetről kötetre tulajdonképpen végbe megy bizonyos vers szekciókban. Van esetleg kérdés itt a szekción belül? Egymás előadásaihoz, ha nincs esetleg, akkor a közönségből szeretne valaki kérdést feltenni? Igen, tessék. Igen, köszönöm szépen a kérdést. Amikor a Nagyvárosi Ikonok című vers kapcsán beszéltem a látható és a láthatatlan szféráról, akkor is Florenszky munkájára építettem, illetve a fordított perspektíva, ami Rilke verse kapcsán került most az előadásban inkább kifejtésre, bár igazán csak érintőlegesen, valóban igen, a Florenszkynek a munkája alapján gondolom el ezt. Én tulajdonképpen nem vagyok biztos benne, hogy nem estem-e valamiféle fanatizmus áldozatisága alá, mert most, hogy ezzel foglalkoztam, minden versben valahogy az ikont látom, szóval valószínűleg ettől egy kicsit el kell távolodnom, szóval ezt a gondolatmenetet most így nagyon nem fűzném tovább, de abban biztos vagyok, vagy hát szeretnék biztos lenni, hogy azok a versek, amik itt most az elemzés középpontjában álltak, erősen az ikon jelenlétet létrehívó erejére, és ugyanakkor az ikonnak a szimbolikájára, a szimbolikáján keresztül is olvashatók, és az a gondolat is megfordult a fejemben, hogy nem volna érdemes esetleg Pilinszky nyelvét, ezt a, ami ott a kerekasztal beszélgetésben is elhangzott, ezt a nyelvet tulajdonképpen párhuzamba állítani az ikon szemiotikával, és az alapján fejteni meg, vagy ez alapján olvasni esetleg ezeket a szövegeket, a maguk térszerűségében, mint hogyha tényleg a vers is egyfajta kép lenne. Köszönöm szépen, csak ennyit itt befejezem. Köszönjük szépen, van még kérdés esetleg? Igen? Átvitte a harmadnapon meg a megjelenését. Tehát, hogy én úgy látom, mintha a király állt volna be a Pilinszky mögé, és ő tette volna lehetővé azt, hogy neki legyen, és nem az, hogy mint a katolikus egy ilyen szeletet kiereszt a rendszer, és akkor jobban is teszi magát nyugodtan a szemben. Szóval voltak más ilyen kiadói gyakorlatok, amik esetleg voltak ehhez, hogy felmutatták azt, hogy egy más ideológiát képviselő szerzőt megjelentettek. Mert ebben az esetben lehet, hogy rosszul látni, mert úgy látom, hogy a királynak egy ilyen személyes viszonyulása volt az, ami megjelentette ezt a kötelet. Ők a Pándival, ők azért vitatkoztak azon, hogy megjelentessen ez a kötet. És nem sikerült úgy a Pilinszkynek túl sok jó, vagy pozitív hangvételű verset írni, de minden esetre úgy elért néhányat hozzá. Ő az apja
írt erről egy cikket, mondhatom a Bus Mátyás is, hogy miért lehetett, hogy 54 és nem 52 szerepel benne. Tehát, hogy esetleg ezt a részét, a kiadó gyakorlatra én nem látok rá, és érdekelne, hogyha esetleg máshol is volt ilyen, hogy az nyugat felé valamiféle ilyen reprezentatív bemutatása, amit mások is megjelentek. Ez nagyon jó kérdés, de őszintén szóval én erre most nem tudok válaszolni. Ez tényleg csak az adott előadás terjedelméhez igazodva két kiragadott példát akartam hozni erre. Ezek nagyon izgalmas kérdések, és nyilván meg kell nézni alaposabban ennek a hátterét, de megmondom őszintén, én ezzel nem foglalkoztam. Csak egy nagyon pici adalékot szeretnék hozzáfűzni, hogy azért a köztudattal ellentétben az nem igaz, hogy Pilinszky egyáltalán nem publikálhatott az 50-es években. Mondjuk új műveket nem feltétlen, de például 53-ban a Magyar Versek Aranytól Napjainkig antológiában beválasztották, és a 7 évszázad magyar verseibe is 54-ben. Tehát ezzel mondjuk kivételes volt azért az úgynevezett tiltó listára került költők között. Hát ezt nem tudjuk, sajnos, legalábbis mi most itt nem tudjuk megválaszolni. De köszönjük a kérdést. Még egy utolsó kérdésre esetleg van lehetőség, de már túl vagyunk az időn. Nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Most ebédszünet következik, és 14:00 folytatnánk a Pilinszky és a Hit kérdéseit körüljáró szekcióval. Köszönöm szépen.